Jó napot kívánok! 2012. június 11-én szerdán a Bombasszony nyári tábor első napja, ennek nem volt helyszínéről, mint Kalacik, Kasznagor kalárajáról. Már itt vannak vendégeink, Bugár Béla, a Moszk Indésbe, és Józsak, a Magyar Koalíciót látjának el. Vendégeinkről a táborlakók is, a hallgatók is kérdezhetnek Facebookon a Pátria Rádióban, mint a Gombaszögi nyári tábor oldalán, és Twitteren a Gombaszög kulcsszó használatával. Természetesen SMS-t is küldhetnek a 7773-as számra az ismert módon, tehát a Patria szó beírása és egy szó közután mehet a szöveg, valamint a patria@rosszfasz.sk címen e-mailben. A szó pedig most kollégámé, Boros Péteré. Szép jó napot mindenkinek! Üdvözlöm is! Egy kicsi gerjedelemben vagyunk, de ezt meg fogjuk oldani nem sokára. Nagyon örülök neki, hogy nem csak fiatalokat látok itt a sátorban, és arról is szól ez a mai, hát vitának nem nevezném, beszélgetés, hogy megtudhatjuk a jövőképet, és főleg a fiatalok szempontjából egyébként. Itt van már mind Berényi József, a Magyar Koalíció pártjának elnöke, mint pedig Bugár Béla, a Híd párt vezetője. Mi azt szeretjük volna, hogyha közösen beszélgetnek ebben a műsorban. Ez most nem jött össze, viszont pénzfeldobással eldöntöttük azt, hogy Berényi úr fogja kezdeni ezt a beszélgetést. Nagyon várom őt ide, remélem, hogy nem sokára meg is jelenik, és hogyha jön, akkor nagy szeretettel várjuk. Szóval a lényeg az lesz, hogy ahogy próbálnánk ezt a műsort elkészíteni, hogy tematikusan megyünk végig, és pontosan ezért témaköröket dolgoztunk ki, méghozzá azért, mert hogy ha már nem lehet együtt egy közös beszélgetés, akkor az első egy óra után, amit Berényi úrral fogok tölteni, szép jó napot, majd mindjárt arrébb húzózkodok és adok egy mikrofont is önnek. Melyiket szeretné egyébként, a zöldet vagy a kéket? Zöldet. Zöldet. Azért ezt kitaláltam volna magamtól is, igaz? Szóval, arról szól ez az egész dolog, hogy most akkor beszélgetünk mi egy órát, volt egy kis technikai problémánk, remélem, hogy az megoldódott, vagy ha folyamatban van és megoldódik, akkor hajrá, hajrá. Ahogy elmondta Csenger Ferenc kollégám is, 7773 az SMS számunk, de nyilván egyébként itt a helyszínen is tudnak majd önök kérdezni. Vasik János kollégám fog itt rohangálni, ha nem is azt mondom, hogy a padsorok között, mert azért annyi hely nincsen, de majd aki szeretne kérdést feltenni, és erre előre is szeretném kérni, hogy nyilván nem feltétlen pártpolitikai dolgokról fogunk majd beszélgetni, úgyhogy próbáljunk egy kicsit mértéktartók magadni. Szóval aki szeretne kérdezni, az majd, hogyha jelzi ezt nekünk, akkor megteheti. Okostelefon kézben, ezt látom itt mindjárt az első részen is, úgyhogy szintén megteheti ezt bárki, ahogy mondta Csenger Ferenc kollégám, akár a Facebookon, akár a Twitteren keresztül gombaszögöt kell keresni, hát mi mást. Szóval, elnök úr, megpróbálok ugyanúgy haladni, mint ahogy haladni fogunk majd nyilván Bugár úrral is. Kis csúszásban vagyunk, de ezt majd valahogy majd behozzuk, ügyesek leszünk. Szóval kezdjük mindjárt azzal, hogy itt fiatalok vagyunk, és hát azért olyan sok házas ember itt nincs gombaszögön, de kezdjük a vegyes házasságok kérdésével. Én magam magyarországi ember vagyok, nagyon keveset voltam, csak itt február óta töltök itt minden második hetet Szlovákiában, de azt már észrevettem egyébként, hogy nagyon érdekesen kezelik itt ezt a fiatalok, és kezelik itt az emberek. Van olyan közvetlen kollégám, mondhatom barátom is, több is, akiknek mondjuk szlovák a felesége. Szlovák nemzetiségű is, és például az egyikőjüknél teljesen automatikus volt, hogy megtanult a kislány magyarul, és azt azért tette, mert szerette volna azt a zenét hallgatni, amit a párja, és szerette volna azt a kultúrát is átélni. A másik oldalon viszont ez nem sikerült, de mind a kettő házasság tökéletesen működik egyébként gyerekekkel együtt. Mit lehetne ennek érdekében tenni, vagy hogyan lehetne például ezt egy kicsit segíteni? Hát például azt, hogy ez vagy hogyan lenne normális, vagy mit gondolna ön erről, hogy amikor a vegyes házasságok vannak, ez segíthet-e például? Mert én azt gondolom, hogy akár ilyen például keresztül segíthet is azt, hogy megmaradjon a magyarság, most azért nagy szavakat hangoztatnék ebben. Akkor kellemes délutánt kívánok a táborlakóknak, a rádióhallgatóknak is. Köszönöm szépen a meghívást. Az elején azért hadd mondjam el azt, hogy ez elsősorban az én döntésem, javaslatom volt, hogy most külön beszélgessenek önök is a két párt elnökével. Elsősorban azért, mert semmilyen választás előtt nem állunk, és az elmúlt időszakban elég sok konfrontáció volt köztünk. Másodszorban azért, mert eléggé figyeltem a múlt év
Bárdos Gyula és Bugár Béla közti vita utáni visszhangot, és általános vélemény volt az, hogy sok volt a veszekedés, de a jövőképet nem vázolt fel egyik pártelnök sem. Én azt hiszem, hogy egy ilyen beszélgetés kapcsán, ha jövőképről van szó, akkor okosabb dolog külön beszélgetni most, de amennyiben önök igénylik a pártelnöki vitát, akkor meg tudom ígérni, hogy jövőre, a megyei választások előtt, mert akkor választások előtt leszünk, amennyiben a Magyar Koalíció pártjából én leszek a pártelnökem, azért mondom, a tisztújítás lesz decemberben, akkor természetesen a választások előtt látok erre értelmet, hogy egy ilyenfajta beszélgetés vagy vita legyen. Még egyszer mondom, a jövőkép fölvázolása szempontjából szerintem most hasznosabb, hogyha külön beszélgetés zajlik. A kérdésre visszatérve, illetve a véleményre inkább visszatérve, a vegyes házasságokkal kapcsolatban természetesen továbbra is érvényes az a vélemény, amit nagyon sokszor elmondtunk már, hogy mindenkinek a saját döntése, hogy életét hogy alakítja, ebbe senki bele nem szólhat, legfőképp a politika nem szólhat bele, hogy ki kivel köt házasságot, ki kivel esik szerelembe, kinek milyen kupidó nyilá találja el a szívét, ez mindenkinek a saját dolga. Az viszont tény és való, nem mi mondjuk, szociológusok mondják, hogy a vegyes házasságok döntő többségéből nem magyar nemzetiségű vagy magyar identitású gyerekek nőnek fel. Természetesen vannak tiszteletreméltó kivételek, de az asszimilációnak az egyik fő forrása éppen a vegyes házasságokban keresendő. Még egyszer mondom, ez egyéni döntése mindenkinek, ha valaki így dönt, akkor ezt tiszteletbe kell tartani. Ugyanakkor nyilvánosan el kell mondani, hogy ez ilyen szempontból a magyarság megmaradását jelentős mértékben nem segíti, hanem éppen, hogy nehezíti. Ezért is nagyon fontosak azok a programok, amelyek korábban már léteztek, amelyek lehetővé tették azt, hogy ha van a vegyes házasságon belül szándék arra, hogy a gyermek megtanulja mindkét nyelvet, mindkét identitás kultúrát megismerje, abban az esetben ez megtörténhessen. Elsősorban polgári kezdeményezésekre gondolok. Fórumintézetnek volt korábban ilyen kezdeményezése, és minden ilyet támogatni kell. A lehetőség szerint természetesen minden ilyet támogatni kell. A kérdés hogy az, hogy van-e erre igazán a szülők részéről igény. Nem túlságosan nagy volt a tolongás egyébként ezekre a programokra. Pozsony és Kassa kivétel volt, de más helyeken kevésbé volt igazán erre igény. El kell mondani azt, és nem leszek hosszú, hogy a kérdés azért nagyon fontos számomra, mert a Magyar Koalíció pártja minden egyes cselekedetét a népszámlás óta az fogja befolyásolni, és az fogja motiválni, hogy 110 ezerrel vagyunk kevesebben, mint 20 évvel ezelőtt. Ez az a szám, ez az a tény, ami szerintem mindentől minden egyes felvidéki politikusnak a cselekvését, mondani valóját meg kell, hogy határozza. Óriási szám ez, hogyha elosztjátok, vagy elosztják önök az elmúlt 20 év napjait azzal a számmal, ami kijött 100 000-re kevesebb, akkor 16-17 tel van kevesebb magyar ebben az országban minden egyes áldott nap. Óriási szám ez, 16 vagy 17 magyarral van kevesebb ebben az országban. Ne vegyék ezt úgy, hogy én riogatok. Nem riogatásról van szó, tényeket közlök. Minden egyes politikai cselekvés, minden egyes kimondott szó, és minden egyes véleménynyilvánításnak szerintem ez kell igazán, hogy a mértékadója legyen. Mit tudok tenni azért ettől a pillanattól, hogy ez a szám kisebb legyen? Mit tudok tenni azért, hogy ez a folyamat lelassuljon, és lehetőség szerint belátható időn belül megálljon, mert nem ezért kezdtük el 20 évvel ezelőtt a politizálást, akik 20 évvel ezelőtt kezdtük én is egyetemistaként, bár hadd mondjam el, azért nem voltam 20 évig a nagypolitikában, mint sokan mondják rólam, mert azért külföldön is voltam 3-4 évet, tehát nem azért kezdték el 20 évvel ezelőtt a politizálást a magyarok, sőt 68-ban se azért igyekeztek megfogalmazni a csemadokon belül az alkotmány magyar vonatkozásait, hogy ez így legyen. Ezért mondtam azt, hogy a rendszerváltás óta nem tartozunk a győztesek közé, nem tartozunk a nyertesei közé a rendszerváltásnak, mert már vannak pozitív elemek, sajtószabadság, az ilyen véleménynyilvánítás szabadsága, de a szlovákiai magyar identitás megőrzése szempontjából a helyzet ma talán nehezebb, mint 20 évvel ezelőtt. Nem véletlen kérdeztem egyébként, ezt nem véletlen kezdtem ezzel, miközben nem ez a legfontosabb probléma szerintem nyilván itt Szlovákiában. Azért, mert, és ez lehet, hogy egy kicsit a magánvéleményem, amit nem szabadna megfogalmaznom, de amit én látok itt, amióta itt vagyok, hogy talán az iskola oldaláról kellene megfogni egyébként a dolgokat. Arra gondolom, hogy kifejezetten jó alapiskolák, középiskolák és egyetemek is vannak egyébként, nyilván itt Szlovákiában a magyar nyelven lehet tanulni. De akkor, amikor el kell dönteni, akár egy ilyen vegyes házasságban született gyermeknél, hogy alapiskola esetén is már magyarba vagy szlovák iskolába írassa a szülő, akkor nem egyszer azért dönt így, mert azt gondolja, hogy a szlovák iskolából utána könnyebben tud majd érvényesülni, hogyha később tovább megy. A kérdésem annyi, hogy nem arra kellene
nagyobb hangsúlyt fektetni például, hogyha jó magyar iskolák lennének, ahol megfordulhatna a dolog, és sik lenne odajárni, és mondjuk szlovákiai nemzetiségű családok is azért iratnák oda a gyermeküket, mert egyébként később pont ezért lehetne onnét jobban érvényesülni. Ennek a számnak, amit mondtam, hogy 110-re vagyunk kevesebbek, az egyik oka az, hogy folyamatosan önmagunkba keressük a hibát. Folyamatosan hamut szórunk a fejünkre, hogy valahol mi miért csináljuk rosszul, miért kommunikálunk rosszul a szlovák közösséggel szemben, és kevésbé foglalkozunk azzal esetleg, hogy a közösség maga, amely formálja a politikát ebben az országban, és a szlovák közösségre gondolok, hogy viszonyul hozzánk, hogy lerántsuk a tabukat, és tisztán beszéljünk arról, amit a másik fél mond. De emellett természetesen, hogy nagyon fontos, hogy a szlovák iskolák, azok a szlovákiai magyar iskolák, a magyar tannyelvű iskolák színvonalasak legyenek, és ez nem csak a nagyon sok esetben természetesen azok. Hát most, hogy az alapiskolák azok az önkormányzati fennhatósághoz tartoztak, innentől nagyon nagy önkormányzati képviselő vagyok, azért is tudom mondani, nagyon nagy lehetősége van az önkormányzatnak, a polgármestereknek befolyásolni azt a színvonalas legyen az iskola, a személyi állományon keresztül, a támogatásokon keresztül. Gyakorló apaként tudom mondani, hogy az az iskola, ahova járnak a gyerekeim, azok igenis színvonalas iskolák. Én nagy mértékben azt kell, hogy mondjam, hogy amit lehet, azt megtesznek a gyerekek oktatása szempontjából. Ez nem azt jelenti, hogy minden tökéletes természetesen, de azok az iskolák, felsőszeli, alsószeli, hogy konkrét legyek, ezek az iskolák jelen pillanatban azt kell, hogy mondjam, hogy jó. Ez nem azt jelenti, hogy nincs mit javítani, és biztos vannak iskolák, ahol ez nem elmondható, vagy ahol nem tömb magyarságban élnek az emberek. Ott biztos, hogy az iskolákon változtatni kell, de én nem itt látom igazán a fő problémát, éppen ezért. Nyilván a szlovák nyelvoktatás egy állandóan visszatérő téma, amelyen változtatni kell, de nem csak a szlovák nyelvoktatáson múlik a színvonal, mert nem nyelviskolákról van szó, hanem tudás megszerző iskolákról van szó. Én még kifejezetten a tudásra gondoltam. Tehát amikor azt mondtam, hogy könnyebben tud érvényesülni, akkor arról beszélek, hogy ha többet vagy jobban tudná megszerezni a magyar iskolában a tudást, akkor nyilván könnyebben tudna egyébként érvényesülni. Nyilván, hogy ez így van, de valószínű, hogy a szülőkben, a döntő többségében az a motiváció, vagy az dönti el a beiratásnak az ügyét, hogy ő mit tapasztal, akár a munkahelyén, akár az utcán, főleg ott, ahol már vegyesen laknak az emberek, vagy esetleg kisebbségben vannak a magyarok. Tehát nem Dunaszerdahelyt mondom például, hanem Komáromot. Azt tapasztalhatjuk, és erről nyíltan kell beszélni, hogy egyre nagyobb az intolerancia ilyen szempontból a szlovák közösség részéről, tehát igenis munkahelyen kinevetik azt, aki esetleg félreragoz, kinevetik azt, aki valamilyen hibát csinál, és nem azt nézik, hogy mit mond, hanem hogy hogyan mondja. Na ez az, ami ellen viszont közösen kell fellépnünk. Tehát ez az, hogyan? Ami az embereket odahajtja történetesen, hogy akkor talán a gyerekemet nem iratom magyar iskolába, hogy ne nevessék őt ki, mindegy, hogy kevesebbet fog tudni. Ez is a része a könnyebb érvényesülésnek, amit én mondtam. De ez a tévedés. Tehát ez nem könnyebb érvényesülés, hogy mit nem fogják esetleg kinevetni, mert szlovákul jobban fog beszélni, de kevesebbet fog tudni, mert azt már Comenius megmondta, hogy az anyanyelven tudja valaki elsajátítani igazán a tudományokat, és nem nyelviskolába jár valaki elsődlegesen, hanem tudományokat megszerző iskolába. A jelen pillanatban az országon belül is ez a következő olyan tabu, amit le kell rántani, nem egy toleráns társadalom épül, hanem eléggé intoleráns társadalom épül. Visszautalok arra, amit korábban mondtam, amikor ezt elmondtam a szlovák sajtónak, hogy 110 000-rel van kevesebb magyar ebben az országban, akkor senki nem mondta azt, hogy hú, akkor valamit talán tenni kéne szlovák oldalról. Senki nem mondta azt, hogy hát talán akkor mégse folyik magyarizációja Dél-Szlovákiának, akkor talán mégse terjeszkednek a magyarok, hanem fordított trend van, hanem azt mondták, hogy csak a buta nacionalista, szó szerint idézem a Pravdát, csak a buta nacionalista Berényi nem érti, hogy az identitásváltás az egy normális folyamat, amit el kell fogadni. Írta ezt a Pravda, itt van nálam a cikk, meg tudom mutatni. Tehát vegyük figyelembe azt, hogy ebben az országban ma nem a tolerancia légköre uralkodik, hanem meglehetősen intoleráns társadalommal szembe kell megfogalmazni önmagunkat. Ezért nagyon fontos az, hogy a mércét hogy alakítjuk. Ha a mércét úgy alakítjuk, hogy folyamatosan úgy cselekszünk, úgy tevékenykedünk, ahogy ezt a többség elvárja, az nem biztos, hogy számunkra jó. A többségi elvárások nem biztos, hogy azt akarják, hogy mi megmaradjunk, hanem a mércét úgy kell felállítani, hogy hogy tudjuk a 110 000-es csökkenést megállítani. A Igen. magunk megmaradása szempontjából kell a mércéket felállítani. De pont erre gondoltam akkor, amikor ön is mondta, hogy önkormányzati szinten gyakorlatilag a magyar iskolákat nem bántják. Mert lehet magyarul tanulni, lehet magyarul oktatni. Én csak azt mondom, vagy erre céloztam, hogy nem biztos, hogy jól csináljuk, amit ott csinálunk, nem? Vagy ez nem nincs összefüggésben a kettő egymással? Tehát, hogyha olyan nagyon jó lenne az oktatás, akkor is valószínű, hogy inkább ez a bizonyos nyomás, amit ön mond, akár munkahelyi kinevetés, ez ösztökéli arra mondjuk a magyar párokat, vagy a magyar családokat, hogy inkább a szlovák iskolába írassák a gyermeküket?
A nyelvoktatás nyilván az egyik befolyásoló tényezőjének, de még egyszer mondom, nem itt kell keresni az iskoláknál ezt a hibát, hanem a társadalom egészébe kell keresni valójában ezt a hibát. Lépnék tovább, motiváció. Hogy mondjam el viszont, hogy nem bántják az iskoláinkat. Azért a megyei szinteken, megyei képviselő vagyok, nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy mindig van próbálkozás arra, hogy például a spórolás nevében a galántai gimnáziumokat vonják össze közös igazgatás alá. Nem volt olyan év, hogy ez nem merült volna föl. Mivel ott vagyunk megyei szinten, ezért folyamatosan le tudjuk ezt állítani. De abban az esetben, hogyha a megyei szinteket mondjuk átcsinálják, jövőre nézve vannak olyan hírek, hogy összecsapják Nyitrát, Nagyszombatot és Trencsént, és lesz egy 3+1-es megyei modell, abban az esetben a spórolásra hivatkozás az még erőteljesebben átültethető lehet akár a gimnáziumok ügyébe. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos, hogy magyar képviselet legyen, és most hagyd mondjam azt, hogy mindegy, hogy milyen színű, de magyar képviselet legyen helyi, megyei és országos szinten, hogy a spórolás nevében és egyéb más racionális ügyek nevében az identitás megőrzésű intézményeket ne tudják leépíteni. Csak tudja, az a katasztrófa egyébként identitás ide vagy oda, hogy itt a gombaszögi táborban a kollégám a felvevő készülékével megkérdezte a fiatalokat, elég sokat, hogy hogyan képzelik el a jövőjüket, és itt az itt lévő közül is nyilván nyilatkozott neki olyat, hogy nem biztos, sőt, egyáltalán nem is feltétlen itt szeretne élni, és most nem arról beszélek, hogy Magyarországon, hanem szeretne elmenni innét ebből a térségből, akárhova, Angliába, Ausztráliába, Kanadába, a jobb érvényesülés érdekében. Valahol természetes dolog, hogy valaki világot akar látni, természetesen az lenne jó, ha utána visszajönnének. Én is voltam több évet külföldön. A fiatalember azért fiatalember, hogy kihasználja az utazás lehetőségét, a tapasztalatszerzés lehetőségét. Hát azelőtt is ugye a református időkből tudjuk, hogy előszeretettel jártak nyugatra az emberek tanulni. Tehát ilyen szempontból ez egy természetes folyamat. Az más kérdés, hogy nyilván úgy kell alakítani az ország belső életét, helyi, megye és országos szinten, hogy utána vonzó legyen visszajönni. De az elmenetel, azt majd hogy nem ösztönözni kell, hogy menjenek el az emberek, lássanak mást is, tapasztaljanak mást is, gazdagabban jönnek haza, és gazdagabban, értékesebben itt versenyhelyzet, tehát tekintve jobban tudnak akkor majd esetleg ebben a versenyhelyzetben érvényesülni, ha ugyanazt látják, mint a többiek. Igen, bár ők nem arról nyilatkoztak, hogy azért szeretnének elmenni, hogy világot lássanak, hogy hazahozzák a tudásukat, hanem azért, mert úgy gondolják, hogy sokkal könnyebb az élet külföldön. Hát majd, ha külföldön lesznek, meglátják, hogy azért ott se kolbászból van a kerítés. 96-ban jöttem haza az Egyesült Államokból, akkor, amikor a Mecsiari korszaknak a legdurvább időszaka volt, számomra is elég nagy dilemma volt. Abban az időben még munkát is kínáltak az Egyesült Államokban, nem is rosszat, hogy maradjak kint, a végén akkor még nem feleségem, csak barátnő, mostani feleségemmel úgy döntöttünk, hogy hazajövünk. Tehát ha valaki azért 2-3 évet kint van, meglátja azt, hogy a kinti érvényesülés sem olyan egyszerű, és a barátok, a családi kötelékek nagyon sok embert természetesen visszahoznak. Vannak régiók, ahol visszajönni ma nagyon nehéz, ezt is tudjuk. Királyhelmec, a Gömör környéke, itt, ahol jelen pillanatban vagyunk, nyilván nehezebb lehetőségeket kínálnak, mint Pozsony környéke. Történetesen még Dunaszerdahely, Galánta, Szencvidéken biztos, hogy ma könnyebb munkát találni, mint bárhol máshol. Na de hát ez egy másik téma, hogy a keleti régiók leszakadását hogy lehet valahogy kezelni. Persze, de ez is egy fontos téma, mert hogy ebből következik, hogy miért maradjon itt? Nézzük a másik oldalt, és egyébként közben itt mondom el, természetesen Twitteren, Facebookon is kérdezhetnek, 7773 az SMS számunk, és hogyha bárki hozzá szeretne szólni itt is, akkor csak jelezze a kollégámnak, ott áll Vasik János kollégám kezében a mikrofonnal, és akkor nyilván ehhez is hozzá lehet szólni. Szóval miért is maradjon itt? Miért menjen el? Tehát, jó kérdés ez is, mert hogy miért? Mert hogy pont ön mondta, hogy könnyebb esetleg érvényesülni, most maradjunk országon belül először, tehát akár Pozsony környékén is. Viszont ott meg azért más a probléma, mert nem biztos, hogy nagyon könnyen a lakhatást meg tudja oldani. Tehát ott meg már olyan költségek vannak, ami megint egy másik téma. Lakhatási költségek Londonban is óriásiak lesznek, mert nagyon drága az a város történetesen, New Yorkban is hasonló lakhatási problémák, azok mindenhol lesznek. Tehát ha valaki munkát vállal külföldön, vagy akár tanulni megy, akkor hasonló problémákkal szembenéz. Nyilván, hogy vannak fiatalokat vonzó programok, amelyeket még egyszer mondom, kint abszolválni kell, de én bízom benne, hogy egy idő után a hazajövetel az meg lesz. Nagyobb a gond Magyarország esetében, ott ezt nagyobb gondnak látom. Azok az egyetemisták, akik kint végzik a tanulmányaikat, azoknál nem csak én mondom, a statisztikai adatok is mondják, hogy nagyon kevés azok száma, akik hazajönnek.
Én itt tudom megint csak mondani elnézést, hogy olyan vagyok, mint a papagáj bizonyos szempontból, hogy föltehetjük a kérdést, hogy valóban mennyire toleráns társadalom épül itt, hogy a nem visszajövetelnek nem az az egyik oka, hogy azt mondják, hogy itt magyarként azt a puszterhet miért vállalja valaki, amikor Magyarországon is érvényesülhet. Én úgy tudom egyébként, hogy most Csehország felé ugyanez működik, nagyon sok fiatal magyar, szlovákiai magyar tanul Csehországban, és nagyon sokan szeretnének ott is maradni, úgy nyilatkoznak, és ugye ez meg nem magyarországi kérdés. Ez így volt korábban, és még a csehszlovák rendszerben is nagyon sokan tanultak Brünnben, Prágában, az igaz, hogy akkor többnyire haza is jöttek. Jó, szóval jó volt a visszakérdése, hogy akkor miért ne maradna itt, de amikor azt látjuk, hogy akár itt a keleti térségekben is, akár 40%-os munkanélküliség is lehet, akkor ténylegesen nagyon nehéz. Politikusként mit lehet, vagy hogyan lehetne ez ellen tenni? És most ugye ez nem csak magyar kérdés, mert itt nem csak a magyarokat érinti ebben a térségben sem a munkanélküliség. Igen, saját kezünkbe kell venni az irányítást, amennyire csak lehet. Persze ez könnyű kimondani, nehéz megvalósítani. Nyilván, hogy a helyi önkormányzatok adta lehetőségek, a 20 év alatt sokat biztosítottak az embereknek, de ez nem elég. Tehát a helyi önkormányzat után magyar szempontból és Dél-Szlovákia szempontjából nincs igazán másik intézmény. A megyerendszer direkt úgy alakították ki, hogy észak-dél irányba húzódjanak a megyék. Ugye Malacka, Szenica elnézést, azok soha nem voltak együtt semmilyen történelmi kapcsolatban Dunaszerdahellyel vagy Galántával. Ezt csak azért találták ki, hogy a magyarok arányát úgy alakítsák, hogy egyik megyébe se tudjanak nyerni igazán választásokat. Ezért nagyon sajnos, hogy 2001-ben Dunamenti megyét nem sikerült létrehozni, és ezért nem szabad lemondani róla, mert azt látjuk, hogy kormányok jönnek-mennek, de Dél-Szlovákia leszakadása az folyamatos tény. Tehát ezen nem változtat semmi. Nemrég Robert Fico, az újonnan kinevezett miniszterelnök Rimaszombatba járt, nem messze ide, vitt magával egy kis ajándékcsomagot, az ajándékcsomagra sorba álltak a polgármesterek, véletlenszerűen egyetlen település sem kapott ebből a csomagból, ahol magyarok laknak, többségében magyarok laknak, vagy magyar a polgármestere. Csak is a Rimaszombattól északra fekvő települések kaptak támogatást, mások nem. Ezért mondjuk mi azt, hogy 20 év után eljött az ideje annak, hogy kimondjuk egyértelműen, hogy az irányba kell tennünk minden lépést, hogy lehető leginkább a saját kezünkbe tudjuk venni az irányítást, és nem csak itt a magyar kézbe gondolok, hanem regionális ügyekre gondolok. Tehát igenis a megyei leosztás területén ez a megyei leosztás, ami most van, nem megfelelő számunkra, és az a fajta államigazgatási rendszer, amely így kialakult, az sem megfelelő számunkra. Az úthálózat tekintetében ma Dél-Szlovákia sokkal inkább egy leszakadó régió, mint Észak-Szlovákia. Az autópályát még véletlenül se ugye, délen építik, hanem mindenhol máshol. És ennek megfelelően nem kell félni attól azt kimondani, hogy Dél-Szlovákiában igenis az önkormányzatiságra, ha úgy tetszik, az autonómiára meg kell találni a megfelelő válaszokat, nem kell félni ettől a kifejezéstől, ez nem elszakadást jelent, ez nem véres konfliktust jelent, mindahogy ránk erőszakolta a szlovák média és a közélet, hanem ez egyfajta megoldást jelent, ami nagyon sok államban igenis a kisebbségi kérdést és a régiók leszakadását megoldotta. Igen, elnök úr, csak visszatérek a mondatára, azt mondja, hogy saját kezünkbe kell venni a dolgot. A demokratikus berendezkedésben azt jelenti, hogy mondjuk olyan embereket választunk a politikán belül is, vagy olyan pártokat, akik majd tudnak bennünket képviselni, nyilván minél nagyobb az egység, most ugye a magyar oldalról, annál egyszerűbb ez a dolog. De nagyon nehéz ezt most pont az ön helyzetéből, hiszen az előző választáson pont az MKP-nak nem sikerült bejutni a parlamentbe. Tehát itt ugye ez megint nyilván ez egy kudarc, hiszen miért ne lenne kudarc? Persze, hogy kudarc önöknek is. De innét hogyan lehet, hogyan szép nyerni? Most kifejezetten maradnék ugye annál, amit ön mondott. Hát olyan szempontból kudarcot nem jutottunk be a parlamentbe, de megőriztük a választói bázisunkat. A másfél év sajnos úgy látszik kevés volt egyébként ahhoz, hogy változtassunk gyökeresen a felénk irányuló megközelítésekből. Bocsánat, de pont a szavába válok, de pont ezért mondtam a kudarcot, tehát én ilyen szempontból gondoltam, hogy ott van az a sok ember, mégsem úgymond nem ért el vele semmit, mert nem jutott nem be a nem parlamentbe, igaz. Ez nem igaz? Egy bizonyos értékrend mellett maradtak meg ezek az emberek, az a 110 000 szavazó, hogy értékrend mellett tette le a voksát, egy olyan értékrend mellett, amely egyértelműen kiállt a kettős állampolgárság mellett, egyértelműen már mondtuk azt, ahogy előbb is mondtam, hogy az autonómia az a kisebbségek integrációját jelenti egy ország irányába, és semmiképpen sem elszakadást, vagy valami mást, amit a szlovák közélet és a média irányunkba erőltet.
Egyértelműen elmondtuk azt, hogy a magyar megmaradás és Dél-Szlovákia fejlesztésének a pártja vagyunk, és ennek a programnak a mentén tudtunk 110.000 szavazót kapni. Természetesen ez nem volt elég a továbblépésre, de elég ahhoz, hogy ezeket a gondolatokat tovább vigyük, hogy ezeket a gondolatokat ne lehessen kitörölni, és mindenfajta álmegközelítésekkel és mindenfajta hátsó gondolatokkal ne lehessen elvinni egy olyan szférába, ahová, még egyszer mondom, a szlovák közélet előszeretettel viszi el. A 110.000-es csökkenés, most nem a mi szavazóink, hanem a 110.000-es csökkenés arra ad erőt, hogy innentől minden egyes ilyen követelés, ami önkormányzatiságot jelenti, ami a magyarság megmaradását és Dél-Szlovákia fejlesztését jelenti, az legitim. Senki nem mondhatja innentől azt, hogy valamifajta hátsó szándék van emögött. És azért fontos, hogy vagyunk, azért fontos, hogy 110.000 ember emellett döntött, mert ezt tovább tudjuk vinni. Sokat kapunk ezért, folyamatosan extrémista, nacionalista, meg nem tudom milyen köntösbe bújtatnak bennünket. Ennek ellenére ezt mondani fogjuk, mert hogyha ez a mi történelmi szerepünk, akkor ezt fogjuk vállalni. Ha már így mondta ezt, és hogyha már kétszer is szóba került az autonómia kérdés, ezt például hogy képzelik el? Tehát hogyan? Meg tudunk húzni határokat, mondjuk Dunaszerdahely fölött egy picivel, vagy hogyan működne ez? Éppen azért, mert sok kérdés fogalmazódik meg ezzel kapcsolatban, amióta ezt mondjuk. Az önkormányzati szemle, amit Őri Péter alapítványa ad ki, az nagyon részletesen leírja az Európai Unióban működő autonómia modelleket. 27 tagországból 11-ben működnek különféle autonómia modellek, vagy önkormányzatisági modellek, amik igazolják azt, hogy az Európa Unión belül az egyáltalán nem az elszakadás, vagy egyáltalán nem valamilyen fajta véres konfliktusnak a forrásai, épp ellenkezőleg, hogy ezek megoldások. A mi feladatunk az, hogy ezeket az emberekkel megismertessük, és elfogadtassuk azt velük, hogy ez igenis egy megoldás, ez nem probléma, ez egy kezelés, ez egy megoldás. A probléma a munkanélküliség, a probléma a magyarság fogyása, a megoldás, az egyik megoldás, amit Európában tapasztaltunk, az önkormányzatiság. Azt kell megnézni, hogy melyik azok a modellek, amelyek leginkább alkalmazhatóak lennének Szlovákiában. Nyilván. Bárki a közönségből elmondhatja azt, hogy nincs erre fogékonyság, nincs erre fogadókészség jelen pillanatban a szlovák oldalról. Igen, ez így van. Na, de közösen tudjuk kialakítani a fogadókészséget. Hogy sikerült elérnünk azt, hogy Dél-Szlovákiában ma kétnyelvűek a falu nevek? Úgy sikerült elérni, hogy az Európa Tanácsi csatlakozás folyamatában az Európa Tanács ezt előírta Szlovákiának, hogy kétnyelvűvé kell tenni a faluk előtti táblákat. Jelen pillanatban a helyzetünk ott nehezebb, hogy Szlovákia már mindenhova integrálódott, most már jobban, mint Magyarország, hogyha euróövezetet nézzük, ilyen jellegű külföldi támogatás nem jön, de azért megfogalmazza az EBSZ főbiztosa is ajánlásokat, azért megfogalmazza az Európa Tanács ajánlásokat, elmondják azt, hogy az önkormányzatiság az nem az ördögtől való dolog, mi ebbe kapaszkodhatunk, és persze magunk közt kell egy egységet kialakítani, mert higgyék el, rajtunk múlik, hogy ki tudjuk ezeket a dolgokat egy bizonyos időszakon belül vívni, vagy pedig nem. Ezért fontos az, hogy most zajlik három fél párbeszéde. A kerekasztal, a Most Híd és az MKP párbeszéde zajlik éppen ezekről a témákról, hogy tudunk közös platformot kialakítani, hogy tudunk közösen megszólítani magyar közösséget, a szlovák közösséget, hogy megmaradásunk érdekében a jelenlegi pénzügyi, jogi és intézményi keretek nem elégségesek. Ha már így említette ezt a megállapodást, vagy megállapodást tervezetet, vagy ezt a kerekasztalt is, és egyébként ezeket a párbeszédeket, akkor azért abban igazán van, hogyha azt mondom, hogyha önök nem tudnak megállapodni, az nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzetbe sodorhatja egyébként a szlovákiai magyarságot? Hát ne legyünk ilyen negativisták, mert még egyelőre nem zárultak le a beszélgetések. Tehát most volt egy augusztusban lesz már az is, hogy ezek nem a média előtt zajlanak, azt mutatja, hogy megvan a szándék megegyezni, mert hogyha folyamatosan hívnánk a médiát, akkor állandóan arról tájékoztatnánk, hogy mi az, amiben még nem egyeztünk, meg mi az, amiben megegyeztünk. Nagyon sok pontban meg tudtunk egyezni, vannak még nyitott kérdések, de épp azért nem beszél róla most még az egyik fél sem, hogy ne akadályozzuk a megegyezést. Tehát nem azért ültünk le egy asztalhoz, hogy ne egyezzünk meg, hanem azért, hogy megegyezzünk. Ha már megyünk tovább, és a nyelvhasználatról már beszélgettünk, egy érdekes példát láttam én, mert Magyarországon ugye Rajkán elég sokan telepednek le szlovák nemzetiségűek. És most már ott tartunk, hogy lassanként szerintem Rajkán többen beszélnek szlovákul, mint magyarul. És most nem mennék bele a rajkai óvoda helyzetébe, mert teljesen felesleges, csak egy apró kis példa, hogy ott egyébként a vendéglőben már a magyar vendéglős felvesz inkább olyat, aki szlovákul is beszél, tehát akár egy csalóközi magyart, hogy ki tudja szolgálni a szlovákokat, mert ő neki ez üzlet. Nyilván, és ez teljesen normális, ugyanúgy ez is normális, hogy már szlovákul is elérhető Rajka honlapja. Nem lehet az, hogy onnét kéne visszafele gombolni ezt a kabátot? Tehát nyilván az ott élő szlovákok
azok nyilván máshogy viszonyulnak az ott élő magyarokhoz. És mondjuk ezt, mint rezervátum, vagy mint példa nem lehetne áthozni egy kicsivel arrébb? Hát arról beszélünk, hogy ott van 10 kilométer. Nagyon örülök, hogy ezt mondja, mert ez pontosan így van, én is ezt tapasztalom, hogy a Magyarországra költözött szlovákok majdhogy nem jobban küzdenek identitásuk megőrzéséért, mint néhány településünkön a polgármesterek, helyi képviselők, vagy esetleg a helyi magyarok. Én is azt látom, hogy Rajkán ragaszkodnak a nyelvük használatának a lehetőségei bővítéséhez. Nota bene még egy párt is kampányolt Rajkán, ami annyira megengedhetetlen Szlovákiában, hogy ugye magyarországi politika ide valamilyen módon befolyjon. Rajkán megjelent az egyik szlovák pártnak, hadd ne reklámozzam, melyiknek a billboardja, és egyetlen magyar párt vagy hatóság se tiltakozott, hogy milyen dolog ez, hogy a szlovák kampány itt zajlik Magyarország területén. Képzeljük el, hogyha fordítva lett volna, akkor milyen reakciót váltott volna ki. Hát a kettős állampolgárság ügyében ez volt az egyik ok vagy indok is, nem, amivel például, azt mondták, hogy nem szeretnék. Például. Úgyhogy az, amit Rajkán tapasztalunk az odaköltöző szlovákok részéről, az azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg erőt kell, hogy adjon számunkra, hogy igen, lehet ragaszkodni valójában a nyelvhez. Hadd mondjak egy példát, hogy igazán rajtunk múlnak a dolgok. A nemrég megálltam a Csallóköz szívébe egy dinnyárusnál, aki kiírta szépen, hogy Predáva Meloni, de nem volt magyarul odaírva. És szlovákul szólítottam őt meg, hogy akkor vennék egy dinnyét, és azt mondja nekem, Berény úr, miért nem beszél velem magyarul? Hát mondom, már csak szlovákul volt kiírva, azt hittem, hogy maga nem tud magyarul. De tudok én magyarul. Hát mondom, akkor miért nem írja ki magyarul is? Azt mondja, nem kell annyit magyarkodni, azért nem jutnak be a parlamentben, ennyit magyarkodnak. Mondja nekem, hát mondom, de mégis talán, hogyha magyarul beszélgetünk, akkor írjuk már ki két nyelven, hogy ez van. Azon morgott magának valamit, adott ajándékbe dinnyét, hogy hagyjam békébe. Na, szóval a helyzet az, hogy rajtunk múlik a dolog. Rajtunk múlik a dolog. Azt látjuk, hogy Rajkán ezt a szlovákok viszik, hogy ők akarnak magyar szlovák nyelvű óvodát oda, és akarják a nyelvüket használni, akkor mi ne akarjuk a Csallóköz szívébe, vagy bárhol máshol hasonlóképpen élni a nyelvi lehetőségeinkkel. Nagyon sok esetben rajtunk múlik a dolog. A másik a turisták kérdése például, csak ugyanez, mint Magyarországról ide vagy onnét visszafele. Nagyon bájos volt, amikor volt szerencsém beszélgetni egyébként a szlovák turisztikai hivatal magyarországi vezetőjével, akinek az a dolga egyébként Magyarországon, hogy minél több magyar turistát vonzon ide Szlovákiába. És ugyanezt fordítva is látom, de az jó egyébként, amikor ide jönnek Magyarországról, és mondjuk itt propagálják, vagy itt próbálják bemutatni a Balatont, és én azt vettem észre, hogy igazán miért nem érdekes ez itt? Nem kíváncsiak rá, nem a magyarságról beszélek, hanem például a szlovákok. Annak idején én emlékszem, olyan sokan mentek Balatonra, hogy nagyon. Hát nyilván ez összefügg azzal, ami jelen pillanatban uralkodó hangvétel, hogy Magyarország ellenfél, a magyarságra bizalmatlanul tekint a politikai vezetés, ezért nem lett kettős állampolgárságunk. Na jó, csak ezt mondom, hogy másik oldalról viszont, mert nagyon sok pénzt szállnak arra, hogy Magyarországon reklámozzák Szlovákiát, hogy jöjjön ez a magyar helyes, turista. Ez nagyon helyes, tehát igenis, hogy reklámozni kell mind a két országba, hogy lehetőleg minél többen utazzanak. Egyébként én azért azt tapasztalom, ha itt ott eljutok Szlovákiába síelni, hogy azért hál' Istennek Magyarországról sokan jönnek a téli sportok miatt ide Szlovákiába. Ez azon múlik, hogy fizetőképes-e a magyar közönség adott évben, vagy éppen nem, ennek megfelelő ennek a száma. És hát hál' Istennek, hogy időnként a magyar feliratok is megjelennek, nem az itt élő magyarság miatt, hanem az ide érkező magyarországi turisták miatt, de mindegy. De pont ezért akartam, én nem véletlenül mondtam ezt, hogy hoztam fel, mert a rajkai példát akartam ide vetíteni, hogy mondjuk valaki elmegy a Magas-Tátrába, ahol szerintem az életben nem éltek magyarok már, hogy ott nem született igazán magyar ember, és ott is azért annak idején emlékszem, hogy azért csak azért is megtanultak, vagy kiírtak dolgokat, vagy megtanultak egy kicsit magyarul, hogy mert ez üzlet volt. Örült, hogy oda ment, jövőre oda megy vissza. Biztos ez? Tehát nem lehet, hogy ezt a mentalitást is inkább erről az oldalról megfogni? Tátrafüreden is vannak magyar feliratok. Idén télen voltam, illetve tavaly télen voltam ott, tehát láttam éppen a magyar turistáknak köszönhetően, de azért magyarok voltak a régi rendszerben ott is, most a monarchiát veszem, hiszen azért ne felejtsük el, hogy Árvavárának a legszebb részét azt Mátyás király építette, tehát azért... Kicsit közelebb, egy kicsit a mikrofont köszönjük. A magyar kötődést azt találunk az ország egész területén, ahogy nyilván, hogy szlovák kötődések is vannak azokon a helyeken, ahol ma szlovákok élnek, Békés Csaba és a környékén. Tehát ilyen szempontból ez egy közös térség, mert jó lenne, hogyha ez az is maradna, és Szlovákia nem egy nemzetállammá akarná építeni magát. De már hadd mondjam el azt, hogy mikor utoljára itt volt a nagy vihart kavaró Magyar Bizottságnak a kihelyezett ülése Komáromba, akkor nekem rendkívül szimpatikus volt az, hogy a fiatalok döntő többsége keverte hol Szlovákiát, hol Felvidéket mondott.
Teljesen elfogadhatatlannak tartom azt, hogy megpróbálják a szókincsünkből törölni a felvidék szót, holott ezzel én a végvilágon nem akarok senkit sérteni. Tehát, hogy van erdélyi, meg vajdasági megnevezés, úgy van felvidéki megnevezés, van Közép-Európa, van Kárpát-medencei megnevezés. Notabene senki nem tiltakozik amiatt, hogy szerintem nincs a világon még egy nyelv, ahol a Magyar Királyságot nem Magyar Királyságnak mondják, hanem Ugor Királyságnak mondják, ugye Uhorszki Kráľovstvo. Senki nem tiltakozik emiatt, így döntöttek, hát akkor kérem, ez egy Uhorszki Kráľovstvo. Miért kell akkor nekünk kitörölni a nyelvhasználatunkból a felvidék szót, miért kell kitörölni a Kárpát-medencei megfogalmazást? Azért, mert valakiknek folyamatosan paranoiájuk van, azért kell ezt kitörölni. Hát nem, azért volt rendkívül szimpatikus számomra, hogy a fiatalok, amikor itt volt a Magyar Bizottság kihelyezett ülése, használták a felvidék szót, használták Szlovákiát, éppen ami a nyelvükre jött, és ez így lenne természetes. Ha már itt ennél a kihelyezett ülésnél tartunk, ugye én megkérdeztem pont a Pátia Rádió élő reggeli adásában is ugye a Magyar Bizottság magyar vezetőjét, hogy én megnéztem azt a programot, és csak és kizárólag magyarok magyarul szólaltak fel szlovákiai magyarok részére, ami teljesen normális. De például azt kérdeztem az elnök úrtól, hogy nem érdekes egyébként egy konszolidált szlovák szociológus véleménye, aki mondjuk a szlovák-magyar együttélésről beszélt. Tehát akkor, amikor ide jönnek Magyarországról, ennek a bizottságnak ezt nem lenne érdemes ezt megmutatni, vagy beszéltetni egy ilyen embert is? Miért mindig csak mi magunk, nem akartam direkt a siránkozást, szóval mi magunk akarjuk elmondani az ottani magyaroknak, hogy velünk mi a helyzet? Örülök is, hogy nem mondta a siránkozást, mert 110 ezer az nem siránkozás. Nem, én így értettem, én azt mondtam, hogy itt a felszólalók esetében. Hogy mondjam el, hogy ez az összetartozás bizottság. Az összetartozás bizottság annak az első ülése, ahol minket meghívnak, ez az itteni magyaroknak szólt. Emellett ma ide Németh Zsolt ide látogat, amely egy vegyes bizottságnak a vezetője, társvezetője a magyar oldalról. A szlovák külügyi államtitkár ennek a vezetője a szlovák oldalról, én is voltam ennek a vezetője 4 évig, illetve 3 évig ennek a vegyes bizottságnak szlovák oldalról. Azok voltak az igazán szép idők, mert akkor aztán tényleg mindent tudtunk kezelni, és nem volt semmilyen vita, de ez egy más téma. Tehát a vegyes bizottság keretén belül Magyarország és Szlovákia éppen az ilyen szociológusok bevonásával is, mert oda szakértőket is vihetnek a minisztériumok, még egyszerűen tudom, mert ott voltam, ott ültem, beszélnek többek között a magyarság ügyeiről is, nem sok előrehaladással jelen pillanatban, de beszélnek róla, tehát erre egy más intézmény rendszer van, 11 ilyen bizottság van. A megmaradás bizottsága arról szól, hogy a Kárpát-medencében élő magyarok problémáit próbálja meg egy parlamenti bizottság összeszedni, és valamilyen fajta Magyarországról érkező válaszokat erre megfogalmazni. Tehát amit ön kér, erre más intézmények vannak, és az működik is. Rendben van, és ezek azon kívül, hogy működnek, tudjuk bizonyítani, hogy mi az eredménye egyébként? Tehát van eredménye ezeknek a bizottságoknak? Mert én mindig olyan jó kis állásfoglalások jelennek meg közlemények, ez mind rendben van, csak valami kézzel fogható eredmény. Nem igazán, tényleg nem véletlenül vagyunk 100 000-rel kevesebben, tehát sajnos az eredmények nem hozzák általában ezt a párbeszédet. Tehát az eredmények nem jönnek általában a párbeszéd után, sokkal több a beszéd, mint a tényleges eredmény, ez tény és való. Az elmúlt időszakban azért mindenképpen eredmény a Párkányi Mária Valéria híd, eredmény az egyetem, amelynek ugye a minősítése most került veszélybe, eredmény a kétnyelvű tábláknak a kihelyezése, és még sorolhatnák néhány ilyen dolgot, amik azonban, és ez nagyon fontos, amik azonban nem tették lehetővé, vagy nem teszik lehetővé azt, hogy hosszú távon a magyarság megmaradhasson. Ezért mondjuk mi azt, hogy a jelenlegi pénzügyi, intézményi és jogi keretek között a magyarság megmaradása nem biztosított. Tehát nehogy azt mondjuk, hogy most, amit elértünk, az csodálatos, gyönyörű, mert nem az. Nem az. És ezt önkritikusan is mondom, hiszen én is voltam külügyi államtitkár, MKP elnökségének a tagja hosszú éven keresztül, vannak dolgok, amire tényleg nem vagyok büszke. Tehát vannak területek, például a megyei önkormányzatiságnál, amikor azt hiszem, hogy a Magyar Koalíció pártjának határozottabban kellett volna 2001-ben föllépnie, akkor nem sikerült kilépnünk a kormányból. Szerintem onnét számítható egyébként egy kicsit a veszélyfutásunk. Onnantól tekint ránk a szlovákság úgy, hogy a hatalom miatt hajlandók vagyunk elveket feladni, és a hatalom megszerzése miatt, ahogy a hatalom talán fontosabb, mint az, hogy intézményes kereteket alakítsunk ki. Na, ezen kell szerintem változtatni, és mi ezen szeretnénk változtatni. Sajnos rohan az időnk, kicsit később is kezdtük, ez is igaz. Viszont ha már ezt mondja, és itt beszéltünk a vegyes bizottságról, az jó ön szerint, hogy ahogy a magyar kormány most a szlovákiai magyarokhoz, illetve a szlovák kormányhoz viszonyul? Jó ez a kapcsolat most?
attól függ, hogy milyen szlovák kormányzat van éppen hatalmon. Hát én a mostaniról beszélek természetesen. Olyan szempontból jó, hogy az állampolgárság ügyét napirenden tartja, mert hogyha a szlovákok 97 és 2005 között fölvehették az állampolgárságot szabadon, akkor számunkra miért nem lehetne egy ilyen időszak. Tehát bizonyos elvi szinten ez a dolog megvan. Amiben én is kritikus vagyok a magyar kormányzattal szemben, ez az, hogy más Románia, más Szerbia, más Szlovákia. Nagyon gyakran, és más a felvidéki magyarság, más a vajdasági magyarság és az erdei magyarság. Néha, ezt el is mondtam a Máért üléseken, meg a KMKF üléseken, nem szabad Magyarország részéről egy zsákba rakni mindenkit, és úgy gondolni, hogy ugyanaz a megoldás, ami jó Erdélyben, jó nekünk, vagy jó vajdaság, nem jó. Tehát más a közeg, más az integráció, más a civilizáció, más a vallási háttér. Ilyen szempontból számunkra még az is nehézséget okoz, hogy ez a vallási különbség, amely megvan Szerbiában és Romániában, nálunk nincs meg, tehát itt a vallási azonosság az nem az identitás megőrzés segít ilyen szempontból. De szóval ezeket a dolgoknál, itt én is mondom nekik, hogy nem szabad egy zsákba rakni mindenkit, és ugyanazokat a megoldásokat erőltetni mindenkire. Gondolom, hogy azért abban egyetértünk, hogy az jó, hogyha van magyar politikus a parlamentben, és az most ilyen szempontból másodlagos, hogy a Híd párt keretében jutott be, vagy a szavazatéval nekem jutott nem be. Másodlagos, nem úgy értettem, hanem olyan szöntőknek, de jó, hogy van. Arra gondoltam, hogy azért abban nem egyeztetünk, hogy az jó. Nekem azért az furcsa volt, és akkor, amikor mondjuk ön akár, mert hogy elég sokszor tartja a magyar kormány képviselőivel is a kapcsolatot, hiszen az utóbbi időben többször találkoztak meg ugye a parlamenti kihelyezett bizottságülésén is. Azt például ön nem fogalmazta meg, hogy mondjuk azt mondja a magyar kormánynak, hogy hát emberek azért álljatok már szóba azzal a párttal is például, amelyiknek vannak magyar képviselői a parlamentben. És most kifejezetten az itteni magyarság szempontjából mondom én ezt, tehát nem akarok levinni pártpolitikai részre ezt a dolgot. Itt a nagy közönség előtt először mondhatom, hogy ez megtörtént a részemről. Tehát tolmácsoltam azt, hogy ilyen szempontból a meghívásnak meg kellene történnie. A magyar kormányzat úgy döntött, hogy magyar etnikai pártokkal tartja fönt a Máért és a KMKF keretén belül a kapcsolatot, mert ha nem így van, akkor most Szlovákiában egyébként úgy tudom, nincs magyar képviselő, más párt színeiben nem jutott be, de mindig volt egyébként. Magyar képviselő volt az SZDKU színeiben, nagyon sokáig más pártoknál is. Tehát akkor azt mondták, hogy akkor ennek a meghívást ki kéne bővíteni a Szerbiában, szerb pártokban működő magyar parlamenti képviselők irányába, ahol sok van mellesleg, és van Romániában is állítólag magyar képviselő más párton belül, bár kevesebb. Tehát azt mondták, hogy innét aztán nincs meg igazán a határa, hogy hová. Tehát a gond ott van, és ugye gondolom a tisztelt hallgatóság észrevette, igyekeztem maximálisan kerülni azt, hogy más párttal foglalkozzak. A gond ott van, hogy vegyes pártként fogalmazták meg az MKP-ból kilépők önmagukat. Ennek egyik következménye ez, hogy magyarországi hozzáállás nem tehát maradt az, ami volt az elmúlt időszakban. Nyilván, hogy őszintén mondom, a KMKF és a Máért ülésein, hogyha meghívást kapnának, az nekünk is jobb lenne. Hát de ezért mondtam én is ezt, tehát én sem akartam, ezért mondtam, hogy nem keverem bele a pártpolitikát. Extrém rossz magyarok, akik oda járunk, ők pedig a szép jó magyarok, akik itt hát meg ráadásul ugye innét azt kapják, hogy miért önök mennek, hiszen nem kerültek be a parlamentbe, a másik oldalról meg joggal mondják az ellenkezőjét is, hogy hát persze mi meg ővelük akarunk szóba. Igen, de mondjuk Szili Katalintól még annak idején kapott meghívást a Most Híd, és akkor nem mentek el a KMK-fülésre, de ott gondolom majd a másik órában elnök úrral megbeszélik. Ez nem az én területem, az övé. Én még itt a végére tartogattam egy olyat, és ezt elég fontosnak tartom, hogy Székelyföldön például, ahol Tömbben él még a magyarság nagyon sok helyen, hála Istennek, ott például együtt élnek úgy a cigányokkal, a romákkal, hogy ott például van olyan magyar, amit már itt Szlovákiában nem engedhetne meg magának senki, hogy mondjuk nem beszél szlovákul, mert hogy ott van olyan, aki nem beszél románul, és úgy le tudja élni az életét, hogy nincs is ezzel semmiféle gondja, és ugyanez igaz a romákra is. Tehát ott nagyon érdekes, hogy például a Székelyudvarhely környékén úgy beszél egy roma ember, hogy beszél romául, most teljesen mindegy melyik nyelvjárásban, és beszél magyarul, és könnyen előfordulhat, hogy nem beszél románul. És ez is egy nagyon érdekes identifikációs kérdés, hogy az a cigány, az magyar cigány? Ahogy ő ezt maga meghatározza. Én voltam épp önöknél a Patria Rádióban egy műsorban, magyarul beszélő cigánokról beszéltem, utána kaptam valami 5-6 leszidó SMS-t és e-mailt, hogy miért mondtam én azt, hogy magyarul beszélő, ők magyar romák. Tehát megint csak hagyjuk rá mindenkire, hogy identifikálja önmagát. Nagyon sok helyen, tudjuk jól, Gömörben, más helyeken, ma már a magyar iskolákat a romák tartják fönn, tehát ilyen szempontból számunkra rendkívül fontos. De ők magyar romák, akkor ön szerint pont a szlovákiai olyan romák, akik magyarul beszélnek? Amit ők magukról mondanak. Ezek azt
mondták, hogy mi magyar romák vagyunk, tehát annak tartom őket, amit ők magukról mondanak. Nagyon fontos számunkra, hogy megtaláljuk az integrációnak a lehetőségét és az együttélésnek a lehetőségeit. Ez egy nagyon bonyolult, nagyon összetett kérdés, nagyon sok populista ebből táplálkozik, mi végképp nem akarunk populista megoldásokat mondani erre a kérdésre, de azt látjuk egyébként, hogy a mezőgazdaság az egyik dolog, ahol igazán az integrációnak a minimális esélye legalább megvan. Azt hiszem, hogy az elmúlt időszakban ezt egy kicsit elmulasztották alkalmazni. Tehát a mezőgazdaság területén kellene megtalálni a munkahelyi lehetőségeket, és utána pedig olyan speciális oktatással a tanárokat, tanítókat kiképezni, lehetővé teszik ezt a rendkívül bonyolult helyzetet, amikor ilyen vegyes iskolák működnek. Én azt kell, hogy mondjam, hogy én általában szoktam mondani, hogy a jó bírónak, a jó ügyvédnek, a jó orvosnak és a vegyes iskolákban tanítóknak, ahol most a romákra gondolok elsődlegesen, kéne ebbe az országba a legtöbb fizetést adni. Igen, csak én azért nagyon sajnálattam akkor, amikor itt nem olyan régen a sajnálatos eseményekre a Sznorkavára leégése után, amikor itt masíroztak föl alá eléggé szélsőséges emberkék, és köztük voltak egyébként magyarok is, és ugye magyarul köszöntötték a magyar barátaikat, és nem nagyon láttam, hogy bármelyik párt magyar, vagy magyar identitású párt, vagy magyar tagú párt elhatárolódott volna ettől. De érdekes mondani olyankor, hogy kicsit úgy éreztem, hogy kicsit csöndben maradtak. A Kossuth Rádió kérdezte tőlem véleményt, és ott el is mondtam, hogy természetesen mi elutasítunk ide ilyenfajta szélsőséges megnyilvánulást, úgyhogy ahol ezt megkérdezik, ott nagyon nyugodt szívvel mondom el. Nézek ki a kollégáimra egyébként, akik nagyon élvezik ezt a beszélgetést. Megyünk tovább, vagy álljunk meg, hiszen nem sokára ugye Pozsonyban híreket mondanak. Megvan-e már a kapcsolat Pozsonnyal? Ha nem, ha Pozsonyban nem hallanak be bennünket, és a Pátria Rádióban sem nagyon jó. Tehát akkor mi most folytassuk a beszélgetést, még tudjátok mondani nekem, hogy mennyi időt? Még 10 percet, nagyon jó, örülök neki. Szóval, menjünk akkor tovább. Ugyan sajnálom, hogy senki nem tette fel a kezét itt, és azt mondanám, hogy lenne kérdése. Biztos, nem semmi? Meg. Hoppá, kérem szépen. Itt van az első alany. Szeretném megkérdezni, hogy milyen morális alapokon beszél a nemzeti összetartozásról és összetartásról, amikor ilyen mondva csinált egyértelműen mondva csinált okokkal, mielőtt válaszolna elnök úr, csak annyit én mondanék, hogy lehet, hogy akkor nem tudom, hogy figyeltem, mert arról beszéltünk itt, hogy pont folyamatban van egy ilyen egyeztetés, egy ilyen tárgyalás egyébként, de csak azért mondom, hogy ez így elhangzott, tehát ez nem az én véleményem volt, elnök úr. Az, hogy most nem vitatkozunk egymással, az nem azt jelenti, hogy párbeszéd nincs. És elmondtam, hogy miért, ez nem mondva csinált, tehát ha itt valaki jövőképet akar hallani és kifejteni a gondolatokat, akkor erre sokkal jobb keret van így, mint egyébként lett volna. Hogyha az az igény mindenáron, hogy valamilyen fajta vita legyen köztünk, akkor az meg lesz a érkező parlamenti vagy megyei választások során, föltehetően meg lesz, sőt, valószínű, hogy meg lesz a tárgyalások értékelése után is, amennyiben erre keretet kapunk, akár a rádió keretéből, akár máshol, akár az újszó keretéből, akkor meg lesz a tárgyalások lezárásának az értékelése, akár egyet értettünk, akár nem. Érdekes lett volna hallani, hogy ezeket a beszélgetéseket. Hát nyilván egyébként ezt mondta elnök úr is, hogy mi a Pátria Rádióban többször is szerettük volna ezt, hogy általában azért mindig helyet adtunk szerintem, sőt mi kezdeményeztük ezeket a vitákat, illetve ezeket a beszélgetéseket. De nyilván erre mondta, gondolom én elnök úr, hogy vannak olyan dolgok, amit nem szeretnének a sajtó elé vinni 5 percenként, 10 percenként, hogy nehogy gellert kapjon ez a dolog. De hát itt is erre készültünk, és nyilván majd meg lesz ennek a módja, amikor majd együtt, de nem sokára nyilván majd Bugár Béla úr is el fogja mondani a saját véleményét ezekről a dolgokról, csak akkor se felejtsen el kérdezni. Mindenképpen. Elnök úr? Válaszoltam. Szóval, egy kis személyes kérdés. Nem volt egyszer sem, amikor azt mondod, hogy elegem van, nem csinálom én ezt tovább? Hát természetesen voltak olyan pillanatok az elmúlt 10 évben, amikor az ember azt mondta, hogy olyan erős az ellenszél. De hát ezeken aztán az ember túl, kialussza magát, összejön a barátokkal, megisznek egy pohár bort, és aztán rájön arra, hogy van értelme. Nyilván, hogy ezt nem lehet örökké csinálni, de jelen pillanatban még úgy érzem, hogy megvan bennem a kellő erő, ambíció és motiváció, és az a csapat a Magyar Koalíció pártján belül, amelyik támogat, hogy még egyelőre nem adom föl. Tisztújítást említette itt már, tart attól, hogy esetleg nem ön lesz továbbiakban? Rossz volt a kérdés, igazából. Igen. Nem az, hogy tart. Szóval szeretne újra elnök maradni? Mert elnök lenne? Nem, tényleg nem így lehet a kérdést föltenni. Amennyiben lesz
az a Magyar Koalíció pártján belül támogatottsága annak, hogy folytassam, akkor folytatni fogom, amennyiben nem, akkor nem. Ez a járási konferenciákon derül majd ki. Tehát ezt a kollégák világosan fogják jelezni, ahogy jelezték az előző elnök felé is, hogy váltásra van szükség, nekem is meg fogják mondani, hogy váltásra van szükség, annak megfelelően fogok természetesen cselekedni. De ha támogatják, akkor marad. Ha azt fogom érezni, hogy a támogatásom megvan, akkor ez természetesen a felelősség azt kívánja, hogy az ember folytassa. De amennyiben másképp alakul, akkor is az MKP-n belül szeretném hangsúlyozni, és nem egy más párt létrehozásával kívánom a tevékenységet folytatni. Az MKP most a legutóbbi kimutatások szerint az egyik párton kívüliek, vagy a parlamenten kívüliek között a leggazdagabb párt, ugye? Ha jól tudom, vagy legtöbb pénzből gazdálkodó párt. Igen, ez ide szólt a mosoly egyébként? Hát, ha van hozzá kérdés is, nem? Nincs véletlenül? Szóval, mit lehet ebből a pénzből csinálni? Na, hadd mondjam el, hogy ez elsősorban a székháznak köszönhető, amelynek jelentős értéke van. Pozsonyban található a Csajokova 8, a Csajok utca 8 szám alatt, tehát ez a ház értékének köszönhető, amit mi folyamatosan beteszünk a vagyonbevallásunkba kötelezően. Tehát ezen túl a Magyar Koalíció pártjának nagy vagyona nincsen, de ez a ház az jelentős értékű, amelyet még a második Zurinda kormányzat alatt sikerült megvenni és felújítani. Csak azért kérdeztem ezt, mert nyilván parlamenti kívüli pártként sokkal kisebb a költségvetés, mint hogyha a parlamenten belül lennének. Nincsenek ilyen szempontból anyagi gondok, vagy vannak korlátok? Tehát vannak, amit meg szerettek volna tenni, de azért nem tudnak megtenni, mert nincs rá pénz? Természetesen ez így van. Vannak komoly, hogy mondjam, anyagi korlátai a működésünknek. Nyilván, hogy amikor az embernek van 20 parlamenti képviselője, mindegyiknek még két asszisztense, ez egészen más, mint amikor néhány ember tudunk alkalmazni. És a járási irodákat is támogatásokból fenntartani. Honnan kapják a támogatásokat? Magánemberektől? Tagság elsősorban, magánemberektől is, de tagság. És most mekkora tagság most? Körülbelül 10 000 tagunk van még mindig. Az őszi kongresszuson, amennyiben névváltoztatás történik, abban az esetben természetesen új regisztráció lesz. Igazán akkor tudok már hiteles adatot mondani. Jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy regisztrált tagságunk 10 000. Lehet, hogy ez a szám változni fog, hogyha újra regisztráció történik a jövendőbeli MKP-n belül. Utolsó kérdés, mert elfogyott az időnk, mert hogyha már felvetett egyszer, nem bírom, hogy ne kérdezzem meg. Milyen lehetőségek lesznek a névváltoztatásra? Milyen új név lehet egyébként, vagy lehetséges? A sajtó fölkapta a Magyar Közösség pártját. Nyilván, az is MKP. Az is MKP, tehát nem kellene új logó, nem kellene új rövidítést felfutatni, ami jelen pillanatban ebbe a marketing helyzetbe, ami Szlovákiában van, politikailag nem egy egyszerű dolog. Tehát ez egy kézenfogható megoldás, de nem biztos, hogy ez lesz. Elhangzottak más javaslatok, Magyar Szövetség, Új Magyar Szövetség, és sorolhatnám, Értünk, Magyar Párt, meg szóval beindult a fantáziája a tagságnak, és nagyon sok javaslat elhangzott már. A közgyűlés fog rá dönteni, most összegezzük ezeket a javaslatokat. Ön mit szeretne? Hát legkevésbé akarom most ezt elmondani, mert nem akarom igazán letenni a voksomat egyik javaslat mellett se. Épp azért, hogy lehető leginkább a magánynak érezze az MKP majd az új nevet, amennyiben új név lesz, tehát ez tényleg legyen egy befolyásolás nélküli objektív döntésnek az eredmény. Berényi úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a szervezők meghívását, és köszönöm, hogy beszélgetett velünk itt ugye a Pátria Rádióban. Ezek szerint akkor innétől kezdve senki nem mondja, hogy lett volna még kérdése. Igen, hoppá, még egy utolsó, elfogyott az adásidő, ezt pedig nézek Csenger Ferenc kollégámra, hogy egy nagyon rövid belefér? Nagyon rövid. Nagyon rövid belefér. Hát akkor, hát nem tudom, legyen kedves egy pillanatra előre jönni, mert hogy itt a mikrofon az itt van letéve, és tényleg csak egy nagyon rövid. Egy nagyon rövid és ilyen naív kérdésem van igazából most itt az összetartozásról beszél, elnök úr. Én azt szeretném megkérdezni, hogy nem lehetett volna megelőzni azt, hogy ez a párt, hogy ketté váljon, vagy kilépjenek azok az emberek, akik kiléptek, és igazából ketté ossza azt a magyarságot itt Szlovákiában. Na hát ez lenne az, amire a válasz kb. 35 percig tartana, ugye, de akkor megkérem elnök urat is, hogy próbáljuk ezt röviden lezárni. Nyilván azt hiszem, hogy erről a kérdésről a parlamenti választások előtti vitáink során többször szó esett. Én most hadd ne kezdjem újra ezt a témát, mert akkor nyilván a folytatás is erről szólna, mivel ma közel van egy egyesség, programszerű egyesség a három fél között, ezért én nem akarok most már visszatérni a múltba. Nyilván kár, hogy ez így alakult. Biztos, hogy ebben nagyon sok embernek megvan a felelőssége, hogy én ezt hogy látom.
arra kérem önt, hogy nézze meg a korábbi vitáinkat, illetve ha majd egy év múlva eljövünk, akkor térjünk rá vissza, hogyha mind a ketten itt. És hogyha egy év múlva majd eljönnek, és mind a ketten itt lesznek, és vállalják majd a vitát, és én lehetek itt, akkor megígérem, hogy ezzel fogunk kezdeni, jó? Én nagyon szépen köszönöm önöknek is, hogy meghallgattak bennünket, nem sokára érkezik majd Bugár Béla természetesen, én most visszaadom a szót Csenger Ferencnek. Ki pedig egy picit zenélünk, még pedig azért, hogy közben a vendégeink ki tudják cserélni a helyüket. Tehát Bugár Bélával beszélget hamarosan Boros Péter kollégám. Egy pici zene, addig talán el lehet fogyasztani egy pohár vizet, vagy esetleg egy kólát. Meséket írnak, és bánom, hogy nem lettem szeplő, mesés főszereplő. Well, it's got a good disco beat. Az olyanok, mintha lenne John Lennon napszemüvegbe, az meg rám néz, mintha várna az Oscar-di átadásra. La 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 la. Próba. Ketten állnak a sorba, túró Rudi ott a boltba, a hátsó az egy néni, nagymamámat idézi, egy lány, kinek a szíve össze-vissza van törve, a képe a vállon, egyszer még Vislogsz, hogy mi van most hát akkor. Tekerjünk, nézzük meg belülről. Csináljunk bélést a bánatból, vagy inkább vegyük át még egyszer előről. Hét pisztoly, hét golyó, hét halál. A lélek a húsban már alva jár. Látom, hogy odabenn áll a bál, de milyen jól áll.
neked ez is jó. Indul az agy, a szív és a tüdő, jó veled, mikor csúszik az idő. Remeg a hús, a csomban a velő, észrevétlenül szelek ez az idő. Indul az agy, a szív és a tüdő, jó veled, mikor csúszik az idő. Remeg a hús, a csomban a velő, észrevétlenül szalad az idő. Megyünk, de mégsem közeledünk, tombol a türelem. Odakünt kutyák csaholnak, de minket elrejt a szerelem. A szótlan vágyak hegedűjét pengetve terelem. Az álmos ember oda, ahol semmi sem érkezik. Kedves közönségünk, továbbra sincs kapcsolatunk a Szlovák Rádió épületével, tehát egyelőre az, ami itt elhangzik, a kedves hallgatók nem hallják, de holnap mindenképpen hallják, hiszen mi rögzítjük a beszélgetéseket, és a holnapi nap folyamán a hangadóban elhangzanak majd ezek. Ismét Boros Péteri a szó, újabb vendéggel, Bugár Bélával, a Híd elnökével. És innét folytatjuk, és már nem is kérdés a kérdés, hogy melyik mikrofon, zöld vagy kék? Mindegy? Jó. Mindegy. Szóval, kérem szépen, de azért most csak egyet, jó? Tehát nem sztereó legyen a felvétele. Azért azt én elmondom, hogy itt ugye vannak kamerák, és aztán más nem, akkor ezt holnap majd kiváljuk az adásból. Szóval vannak itt kamerák, és az élő közvetítés az megy egyébként, és ugye a Facebookon ugyanúgy továbbra is ott vagyunk, és ott van gombaszög, bárki felteheti akár okostelefonról is a kérdését, és aki esetleg nem hallotta volna előbb, nyilván egyébként bármikor készfeltartásra, hogyha jelezik, akkor lehet kérdezni. És ezt az internetest azért mondtam el, hogyha valaki nem szeretné vállalni a kérdését, bár nyilván egyébként olyan kérdést nem fogunk felolvasni, ami nem szép. Az előbb is úgy kezdtük, hogy vegyes házasság, és most szerintem még frappánsabb ez a dolog, hogyha így kezdjük, a Híd az egy vegyes házasság? Nem hiszem, realitásokból indul ki. Többek között abból, amit ugye előbb Berényi elnök úr is mondott, hogy a szlovákiai magyarság fogy. Ha ilyen tempóban fog fogyni, és nem tudjuk lelassítani, akkor előbb-utóbb kevés magyar lesz, és akkor nincs lehetőség arra, hogy mondjuk erősebb parlamenti képviselettel rendelkezzen a szlovákiai magyarság. Tehát egy realitásokra épülő párt. Ugyanakkor a vegyes házasságokat természetesen mi is próbáljuk kezelni idézőjelben, mert a politikus csak abba szóljon bele, elég érdekes lenne, igen. És megmondom, hogy a legnagyobb problémát nem is magában a vegyes házasságokban látjuk, hanem abban, hogy nagyon sok magyar szülő szlovák iskolába adja a gyermekét. És egy szociológiai felmérés Gyurgyik Lászlóiktól ugye azt mutatja, hogy ezt elsősorban azért teszi, mert a meggyőződése a szlovákiai magyar szülőnek azért is, amit többek között az elnök úr előbb mondott, hogy ne legyen olyan problémája a gyermekének, mint neki a szlovák tudásával, hogy egyszerűen a magyar iskolában nem tanul meg a gyerek szlovákul. Ezért már 3 évvel ezelőtt bevettük a programba, és úgy néz ki, hogy talán a jelenlegi kormány, de azért várjuk ki a végét, próbál valamiféle változtatást a szlovák oktatás módszerén kieszközölni, sőt, magának Csaplovics miniszternek a szájából is elhangzott az, hogy idegen nyelvként tanítanák a szlovákot a magyar iskolákban. Tehát akkor megszűnne az egyik ok, ami keményen hozzájárul az asszimilációhoz. Persze, azért ez is egy érdekes kérdés, de amit példaként felhoztam az előbb is, azért azt önnek is lehet, hogy hallotta pont, hogy a kollégáimmal példáloztam, de több házasságban van olyan, ahol a másik fél, a szlovák fél szeretne mindenáron megtanulni magyarul, és egyébként az meg relatíve normális, hogy nyilván az itt élő magyarok pedig beszélnek szlovákul. Nem lehet, hogy inkább ebben lenne a megoldás, hogy valahogy, hát nyilván, ahogy mondta, nem szeretnénk belebeszélni a családok életébe, de valahogy úgy rávenni, vagy természetes legyen az egyébként, hogy erre felé is valaki kompenzál, hogyha már nézze, én tudom, hogy egy fecske nem csinál nyarat, viszont ha megnézzük pont Somorján a magyar tannyelvű alapiskolába, oda vegyes házasságból, ahol az egyik szülő, azt hiszem az apa a szlovák, az anya magyar, leköltöztek Csallóközbe,
és a gyermeküket, aki eddig nem tudott magyarul, beadták magyar iskolába, pont azért, mert azt mondta, itt fogunk élni. Tehát vannak ilyen fordított példák is, de még egyszer mondom, hogy ha minden nap, az első évfolyam kivételével minden nap van egy óra szlovák oktatás, akkor nekem azt nem mondja senki, hogy ennyi idő alatt nem lehet megtanulni, hisz 6-7 év alatt megtanulnak elég jó szinten, például a magyar gyerekek is mondjuk angolul. Ha már az iskolánál tartottunk, és igyekszem betartani azt a tematikát, amit az előbb is végigvettünk, szóval szintén ugyanaz a felvetésem. Nem lehet az, hogyha megerősítenénk a magyar iskolákat, és sik lenne a szlovák nemzetiségűeknek is a magyar iskolába iratni csak azért, mert onnét könnyebben tud tovább menni, nagy zolok mondjuk a Kolumbia Egyetemre, mert azt mondja, hogy kérem, az igen, az a tudás, ellentétben mondjuk a másik iskolával, akkor az egy megoldás lehet? Hát nézze, én például Somorján a magyar tannyelvű alapiskola mellett magyar gimnáziumba végeztem, és sokkal többen nem csak hogy bejutottak, de végezték el az egyetemet, vagy akkor még főiskolákat a magyar tannyelvű gimnáziumból, mint a szlovákból. Tehát azt jelenti, hogy az oktatás színvonala sokkal nagyobb volt. Igaz, hogy sokkal hát ezt akartam többet... mondani, hogy akkor azért nem akarom megsérteni, de az nem ma volt. Hát az igaz, jó pár évtizeddel ezelőtt, de ugyanakkor ez szintén azt mutatja, hogy van lehetőség, talán szigorúbbaknak kell lenni, végül is, ha azt mondjuk, hogy sikerült létrehozni az elmúlt időszakban például a metodikai központot komáromi székhelyel, tehát a magyar iskolák számára, amely megfogalmazhatja azt, hogy mondjuk hogyan, mit és talán milyen módszerrel tanítani, akkor ehhez hozzájárultunk. Talán, hogyha sik lenne magyar tanárnak lenni, nem? Nézze, sik talán szlovák tanárnak lenni. A szlovák tanári fizetés ugyanolyan rossz, ne, mint a magyar tanár de fizetése. De hogyha így nézzük, akkor sokkal több ember fog jelentkezni, még százalékos arányban is darabszámra a szlovák pedagógus képzőben, nyilván, mert hogy többen vannak. Ez nem igaz. Na. Sőt, én azt mondom, hogy a probléma ott van, de ez komoly, ez utána lehet nézni. Ha megnézzük, hogy például a Sejje János Egyetemen hányan végeznek a tanárképzőbe, vagy akár a Nyitrán, vagy például a Komenszki Egyetemnek a pozsonyi a székhelyében, akkor azt lehet mondani, hogy mondjuk az első 1-től 5-ig, tehát az alapszintre annyi tanár van, magyar tannyelvű tanár, hogy talán a Dunát kétszer oda-vissza el lehetne rekeszteni velük. Tehát fölöslegesen sok tanár van, én nem hiszem, hogy nem sik annak lenni. Talán nem sik a tanári pályát folytatni. Ennek több oka van, nem csak a fizetés, mert még egyszer ugyanolyan rossz fizetést kapnak a szlovák anyanyelvű tanárok is, mint a magyarok, de az, ami talán az utolsó időben visszafogja a tanári pályáról a fiatalokat, az az, hogy megváltozott a tanár-szülő, de leginkább a tanár-diák viszonya. Ma meg lehet nézni, hogy, és nem a fenyítésekről beszélek, hogy a tanárnak jóformán a jogkörei hát a békaseggel alatt vannak. Hát ez egy általános hiba egyébként, tehát ez így nem van. Egy szlovákiai viszony, ugyanez van Magyarországon is, és általában ugyanez van a többi országban is. Én azt hiszem, hogy Amerika irányába megyünk el, és az egy nem jó irány, pont azért, mert ott azért hát a tanár örüljön, hogy taníthat című fejezetet vezettek be, és szerintem nem erről szabad, vagy erről nem szabadna szólni az oktatásnak. Önnek is elmondom, amit már itt mondtam. Kollégám, amikor itt körbe ment és megkérdezte a fiatalokat, akkor nagyon sokan azt mondták, hogy nem itt képzelik el a jövőjüket, sem feltétlen az megélhetés szempontjából, sem pedig a tanulás szempontjából. Az egyik oldal természetesen az, hogy a fiatalok sokkal rugalmasabbak, mint mondjuk mi. Hamarabb úgy döntenek, hogy elmennek akár egy külföldi iskolára. A másik ok viszont, hogy mennyire tudjuk őket idekötni, vagy visszacsalogatni. Tehát találnak-e megfelelő munkahelyet, találnak-e olyan lehetőséget, hogy azt mondják, amit én elsajátítottam külföldön, azt tudom kamatoztatni itt Szlovákiában, a szülőföldemen, mert amennyiben nem, akkor bármilyen jogokat kiharcolhatunk, egyszerűen nem fognak visszajönni. Tehát a mi feladatunk az, hogy a régiófejlesztés területén olyan lehetőségeket biztosítsunk, hogy érdemes legyen itt maradniuk. Nincsenek elkésve? Hát nézze, ez egy hosszú távú folyamat, mondhatnám azt, hogy ez egy maratoni futás. Jó, csak én azt mondom, és ezt önnek is azt mondom, nyilván az ön hibája is, hogyha ez nem jobban alakult, és ez mindenki, aki az elmúlt a rendszerváltás óta politizál, nem? Tehát azért valamilyen szinten egy kicsit részben, lehet annak? Részben igen, de csak részben, mert mondjuk talán 10 évvel ezelőtt senkinek nem jutott volna ez eszébe, hogy ma oda jutunk, hogy
érdemesebb behozni külföldről például a zöldséget, és azt, amit itt megtermelnek, azt viszont kiviszik külföldre. Mert a külföldről behozott olcsóbb, ezáltal itt munkahelyek szűnnek meg, nem beszélve ennek egyik vonzatáról. Hát ez egy külön témakör lehetne, amit Berény úrra nem beszéltünk ugyan, de a mezőgazdaság kérdése és az ottani munka, az ottani munka lehetőségek, az egy megint egy másik kérdés. Én azt gondolom, hogy ott sem jár jó helyen a szlovákiai magyarság, nem? Én azt mondom, talán az egész Európa Unió, sőt, amennyiben sikerül azt tartani a jelenlegi kormánynak, amit még az előző kormányban a mi általunk jelölt miniszter kitárgyalt, nevezni, talán így mondanám, hogy kitárgyalt, még ugyan nem fejeződött be tárgyalás Brüsszellel, akkor ma 2014-ben, ha beindul az új tárgyalási rendszer, akkor a mai információ alapján azok fognak nagyobb támogatást kapni a mezőgazdaság területén, akik nem csak például gabonát vetnek, learatják, és azután egész télen valami más csinálnak, várnak, vagy pedig az alkalmazottakat elbocsássák, hanem azok, akik mondjuk zöldség, gyümölcs és állattenyésztéssel foglalkoznak. Jó, hát jó lenne, hogyha a vidéknek visszajönne ismét a, hát nem is tudom, hogy amely renoméja, vagy nem tudom, jó szó ez erre, mert hogyha azt nézzük például akár az ingatlan árakban, mert amiről beszéltünk, mondjuk egy keleti részen egy 40%-os munkanélküliségnél, ahol egyébként a korábban a mezőgazdaságból meg tudtak érni az emberek, vagy legalább maguknak meg tudtak termelni dolgokat, vagy hogyha eladták ezt a piacon, ugye ez már kevésbé működik. Itt például az is megfigyelhető, hogy aránylag olcsón lehet ingatlanhoz jutni. És amiről beszéltünk itt már korábban is, nyilván nem véletlen az, hogy az ország nyugati felébe szeretnének menni az emberek a megélhetés után, a munka után, és akkor ott vagyunk, hogy ott viszont aztán lakást venni, hát... Nézze, az egyik oldalon ugye az ország nyugati felébe, én azt mondom, hogy általában oda, ahol az ipar letelepszik, tehát ez nem csak Pozsony, ez azért Kassát is érinti, ott is van egy jól működő nagy Kenyhecen ipari park, és általában nagyvárosokat. Tehát ez nem mondjuk észak-nyugat problémája, annak ellenére, hogy a régiófejlesztés területén azért Dél-Szlovákia elmaradottabb. Miért? Ennek több oka van. Elsősorban a mezőgazdaságra fókuszált az elmúlt, mit tudom, 30-40 évben, és az elmúlt 20 évben pont ez a rész épült le, leginkább azért, mert ugye az Európa Unióval nem tudta tartani az akkor még gyerekcipőben járó a gépesítés szempontjából gyerekcipőben járó szlovákiai mezőgazdaság, akár annak csak a magyar része. Hogyha már Dél-Szlovákiáról beszélünk, akkor például ott nagyon jellemző az is, hogy átjárnak dolgozni Magyarországra az emberek, ha csak a Suzukit említem, hogyha csak a Nokiát, sajnos ugye az már nem egészen igaz, sőt, szinte egyáltalán nem, de ott van például az Audi esete is. Aztán itt belekeverem majd nyilván a rajkai helyzetet is. Ez jó egyébként a szlovákiai magyarságnak, hogy oda átjárhatnak dolgozni? Nyilván jó, mert megkapják a pénzüket persze. Hát azért jó, mert munkahelyük van. Az egy más dolog, hogy természetesen abban a pillanatban ráfizetnek, hogyha változik az euró és a forint árfolyama, mégpedig a forint kárára. Mert abban a pillanatban a pénzük, amit megkeresnek, kevesebbet ér. Ugyanakkor a hosszú távon ez sem megoldás, annak ellenére, hogy egész Európában ez így működik. Ha mi nem tudunk biztosítani elég munkahelyet, és ez még egyszer mondom, egy hosszú távú folyamat Dél-Szlovákiában, akkor mi beszélhetünk sok mindenről, beszélhetünk különféle jogokról, amit az elmúlt időszakban azért sikerült megerősíteni, de egyszerűen az emberek megélhetésének az alapja az, hogy jó munkahelyük legyen, olyan, amiért azt mondják, hogy érdemes itt maradnunk. Ha már említett, hogy sikerült jogokat megszerezni, vagy stabilizálni, nem tudom, hogy mi a jó szó erre, akkor itt kicsit ragadjunk le ennél. Amikor beszélgettem a nemrég kinevezett kormánybiztossal a Pátia Rádióban, ő azt mondta, sarkítok, hogy talán még sosem volt ilyen jó, mint amilyen jó lehet majd a törvény elfogadása után a magyaroknak, olyan szempontból például, hogy nyelvhasználat, a táblák használata, stb. Stb. Szerintem azért nagyon komolyan sarkított most, mert nem hiszem, hogy Árnagy László ezt mondta volna. Az biztos, hogyha belegondolunk, hogy annak ellenére, hogy innen és onnan is nagyon keményen kritizálták, és azt mondták, hogy nem értünk el semmit, olyan jogokat értünk el a nyelvtörvény módosításával, aminek most július 1-től meg kellene látszódnia. Na ez hogyan? Na. Hát többek között például úgy, hogy az önkormányzatoknál ott a 20%-nyi magyar van, és nem csak magyarokat érinti, természetesen ez érinti a más nemzetiségűeket, de ott a 20%-nyi kisebbségi ember él, ott az adott nyelven, kisebbség nyelvén különféle dokumentumokat lehet kérni és kapni.
Tény az, hogy ezek egy része elkészült, még a Hmel irodájában, Hmel úr irodájában akkor, amikor a kormány kisebbségi dolgokért felelős alelnöke volt. Viszont az is igaz, hogy ezeknek a megvalósítása az önkormányzatokra vál, tehát sokszorosítani, az embereket tájékoztatni róla, és ez még akadozik. Oké, tájékoztattuk, vegyük azt, hogy már majdnem mindenki vagy mindenki tudja a jogait és a lehetőségeit. Hogyan tudjuk ezt betartani, betartatni, és mi lesz a tartalma annak a jogszabálynak, ugye, amire még várunk, mert hogy az azért nyilván kell hozzá, nem? A jogszabály megvan, sőt a végrehajtó rendelkezések is megvannak. Ezt az idején a választások előtt néhány héttel februárban sikerült elfogadni. Mi lesz a sors? Ez rajtunk múlik. Ha most, és én nem akarom piszkálni a fiatalokat, ha most azt mondanánk, hogy mindenki mutassa meg a személyazonossági igazolványát, hogy hányan használják azt a jogot, hogy igenis magyarul lehet beírni a nevet, akkor elég kevesen mutatnák fel. Pont ezért mondom én azt, hogy mi verhetjük az asztalt különféle újabb jogokért, ha nem tudjuk, és ez nem elsősorban a politikai pártok feladata, mi feladatunk az, hogy lehetőségeket teremtsünk. De a lehetőségeknek a kihasználása és az azzal való élés, az mindig az adott egyénnek a joga, nem merem azt mondani kötelessége, mert ő dönti el. De itt viszont már a civil szerveződéseknek a szerepe kezd megnőni. De ennek a betartatásáért is ugye felel vagy felelhet majd Ánagy László, lesz olyan jogköre, amivel ezt ténylegesen el tudja intézni? Igen, bekerült a hatáskörébe, sőt, ha jól tudom, büntetéseket is javasolhat. Csak azért nem hiszem, hogy jó volna egy magyar polgármestert mindjárt, mit tudom, egy hónapon belül, ugye mondjuk akár augusztus elején azért felelősségre vonni és büntetni, mert mondjuk nem használja, még jelenleg nem használja ezt a lehetőséget. Miért pont a Híd jelölhette őt? Minket szólítottak meg. Egyszerűen az nyilván ennek azért van valami oka. Különféle okot lehet mögött keresni, de azzal indokolták, hogy olyan emberük, nevezzük, aki magyarként él, magyarként gondolkodik, nincs. És mi mindig a szlovák kollégáknak mondtuk, hogy ha ti akartok beszélni többek között a magyarok jogairól, akkor ez éppen olyan dolog, amikor mondjuk elmenjünk egy cipőüzletbe, és én azt fogom önnek mondani, hogy kérem szépen, a 38-as cipő magának jó. És tudja, hogy nem, mert fölveszi, föl sem megy. De én akkor is azt fogom mondani. Tehát az adott ember, aki többek között az a kisebbségnek a tagja, azt tudja megmondani, és azt tudja értékelni, hogy az, ami jelenleg van, az jó, és megfelele, vagy többet akar. És ebből a szempontból én úgy érzem, hogy Ánagy László, aki az elmúlt időszakban többször az Emberjogi Bizottságnak és a Kisebbségi Jogi Bizottságnak az elnöke volt, aki még 89 előtt is kisebbségi jogokkal, jogvédőként foglalkozott, én azt hiszem, ettől jobb megoldás nincs. Miért nem igaz akkor az, hogy lefizették a Hidat ezzel a pozícióval, mondta, hogy ő jelölhette, és akkor hogyan tudjuk azt mondjuk cáfolni, vagy hogyan cáfolható az, hogy ellenzéki pártként lefeküdt a Híd a kormánynak? Mert ugye ezt hát nyilván nézze, hallotta azért ön is, persze, ezt nem egyszer. Persze, nézze, gorilláztak, árulóztak, voltunk már minden. Nem ez a fontos. Én mindig azt mondom, ne azt nézzék, és ne azt szerint döntsenek az emberek, amit mondunk, hanem amit csinálunk. Tehát majd a munka fogja igazolni többek között Ánagy Lászlót is, és a Híd pártját is. Ez jól mondta ezt a gorilla történetet, ez lecsengőn szerint, vagy hogyan tudja ebbe bizonyítani, hogy nincs hozzá közük? Hát nagyon remélem, hogy nem cseng le. Nagyon egyszerű, ha én azt fogom önről állítani, hogy pénzért bárkivel hajlandó olyan interjút csinálni, ami az illetőnek megfelel, akkor ez igaz lesz? Mert a gorillában ilyen állítások vannak. Valaki valakiről valamit mond. Most akkor ez igaz? Hát jó, de hogyan cáfolható? Csak úgy, hogy kivizsgálják az ügyet. És kiderül esetleg az, amit már korábban jeleztek jó néhányan, hogy amikor rájöttek az illetők, hogy lehallgatják őket, akkor belekevertek egy csomó pártot, képviselőt, hogy zavarossá tegyék a vizet. Ha ez kiderül, akkor nagyon könnyen többek között arra is fényderülhet, hogy
ki az igazi gorilla és ki nem. És mit tesznek azért, hogy ez kiderüljön? Tehát most arra gondolok, hogy nem csak ilyen áll történeteket, mint amit ilyenkor szoktak, hogy na most jó kis vizsgálóbizottság, aminek a végén gyakorlatilag pont semmi nem szokott kiderülni, hanem valami valós történetek, tehát feljelentések, rendőrségi eljárások. A rendőrségi vizsgálat folyik, sőt a jelenlegi belügyminiszter, ugye Szmer által javasolt jelölt Kalinyák kijelentette többek között azt, hogy nem változtatja meg a bizottság összetételét, tehát a rendőri szerveken belül tovább folyik a nyomozás. És ha jól tudom, talán még azt is hozzátette, hogy megerősíti, tehát több vizsgálótisztet ad ennek a csapatnak, hogy minél előbb fény derüljön. Én egy kicsit óvatos vagyok, mert az, aki többek között ebben a lehallgatott a lakásban részt vett, az Fico ott volt. Tehát az egyike azoknak az embereknek, és sőt, talán az egyetlen politikus az maga Fico. Egyébként beszélt erről a kormányfővel valaha is, hogy ez nem volt téma, tehát így hát nyilván ez elnézést, mi nem vagyunk koalíciós partnerek, nem is mind beszélnem vele. Nem így értettem, hogy amikor összejárnak sörözni, hanem egyébként nem is járunk sörözni, ezért mondom. Már azért elnézést, a barátaimat én meg szoktam válogatni. Nem, hát ezért mondtam, hogy nyilván, hogyha nem járnak össze sörözni, mert miért járnának össze sörözni, mert aztán lehet, hogy így van, de ezek szerint akkor nem. A tutira nem. Egy sör sem volt soha. Nem. Jó. Szóval ez nem is jöhet szóba egyébként például önök között. Ön mind ellenzéki képviselő, tehát akár a parlament folyamatosan. Ha ez szóba jön, akkor a parlamentben egy felszólalás kapcsán. Csak így. Egyébként szoktak egyeztetni például ebben az ügyben, ez hogyan zajlott? Mármint nem a gorilla ügyre gondoltam, természetesen van Ánagy László ügyében. Ez egy hivatalos megkeresés mindenféle közvetítőkön keresztül, vagy egyébként ez aránylag közvetlenebbül megy, akkor, amikor a kormány felkér egy ilyen hitet? A parlamenti választások után, mikor megalakult a kormány, rögtön utána volt egy parlamenti pártok vezetőinek a találkozója, ahol Fiszó felvetette ezt a lehetőséget, és akkor azt mondtuk, csak akkor vállaljuk, hogyha jogköröket kap, olyan hatáskörei lesznek, hogy nem csak egy kirakatba helyezett bábú, hanem azokat az elvárásokat, amelyeket a szlovákiai magyarok többek között mondjuk a kormánybiztos irányában megfogalmaznak, azokat teljesíteni is tudja. Úgyhogy ilyen egyeztetés utána volt 3, és a mai napig még nem fejeződött be, mert többek között mondjuk olyan elképzelések, hogy hogyan működne a dotációs rendszernek a további része, tehát például annak a 4,5 millió eurónak az elosztás, ami a kisebbségi kultúrára szánt pénzek közé tartozik. Itt még én úgy érzem, hogy itt egyfajta játék folyik, és ha a játék tovább folyik, akkor Ánad László esetleg vehetik alapját. Pont ezt akartam mondani, hogy ez egy nagy különbség, hogyha javaslatokat tehet egyébként a pénz elköltésére, vagy valójában beleszólhat például a pályázatokban, és akkor ez is előfordulhat, hogyha ezt a jogkört nem kapja meg, amiről szó van, akkor mondjuk le is mond? Minden előfordulhat. Mert csak azért, hogy ott legyen egy ember, nincs értelme. Ha valós jogkörei vannak, és ezzel segíthetünk az itt élő embereken, többek között az ilyen rendezvényeken is, akkor érdemes, különben nem. Ezeken a megbeszéléseken szóba jön nyilván a kettős állampolgárság ügye is, nem? De elnézést, milyen megbeszélések? Nem, így értem az egyeztetéseket, amire mondod. Ne próbáljon már rányomni, mert nem, mondok el egy cépet. Nem, dehogy is, én nem erről beszélek, hanem azt mondta, hogy nyilván vannak még ügyek, amikben nincsen megállapodás. Tehát ilyen volt például a 4,5 millió euró elköltése. Tehát nyilván erről még azért folyik hát reméljük, egyeztetés. Jelenleg arra várunk, hogy egy ilyen egyeztetést mondjuk az végbe vigyük. Rendben de, van. De csak ezzel kapcsolatban. Csak ezzel, jó. Az azt jelenti, hogy a kettős állampolgárság kapcsán a mi véleményünk nem változott. Továbbra is butaságnak tartjuk, ha egy ország azért dobálja ki az állampolgári kötelékből a polgárait, mert azok felvesznek esetleg egy más országnak, akár Magyarországnak az állampolgárságát. Ugyanakkor meg kell várni, hogy milyen törvényt fognak, törvényjavaslatot letenni az asztalra, mondjuk a belügyminiszter úr és csapata, és abban a pillanatban bele tudunk lépni a folyamatba. Na, csak ezért gondoltam azt, hogy ha Ánagy László feladatkörébe tartozik a kisebbségek védelme és egyébként az ezekkel kapcsolatos ügyek, akkor én naivan azt gondoltam volna, hogy nyilván akkor legalább vele egyeztetnek például a kettős állampolgárság ügyében, akár mondjuk a belügyminisztériumban dolgozó emberek, hogyha megvan a koncepció. Ánagy Lászlónak, mint kormánybiztosnak lehetősége van a törvény megfogalmazása, vagy a törvénymódosítás megfogalmazása során a folyamatban részt vennie. De ez a folyamat még így nem indult be. Na igen, ez olyan szempontból sajnálatos, mert akkor ezt még nem tudjuk az időpontját sem, hogy mikor jön nem. El, ugye? Sőt, ha jól tudom, most hangzott el a vegyes bizottság részéről, hogy,
hogy talán a két fél tárgyalásokat indít be, és addig a belügyminisztérium vár. És addig visszatartja, mert ha jól tudom, akkor ott ilyen főosztály vezetői szinten volt, nem? Vagy a megfogalmazás? Vagy, mert legutoljára, amikor a Páti Rádióban Álnagy Lászlóval beszéltünk, akkor ő mondta ezt, hogy elvileg ugye kialakítás alatt van a szövegezés, márpedig, hogyha szövegezés van, akkor nyilván van valami. Igen, de valószínűleg pont emiatt leálltak, úgyhogy mondom, meg kell várni azt a fajta egyeztetési folyamatot, amiben azután természetesen mi is bekapcsolódunk, hisz parlamenti párt vagyunk. Nagy örömömre mindjárt lesz egy kérdés is, és egy fél pillanat, tartsa vissza magát a kolléga egy pillanatra, most én leszek az, aki fogja. Ajajajaj, jó, appá, ez egy mikrofon volt, egy fejre esett, nem baj, még él. Tessék, parancsolni. Ugár Béla politikus úrtól szeretném kérdezni, hogy ez egy rettentően általános kérdés, de miért van egyébként ez a magyar-szlovák konfliktus ön szerint? Tehát, hogy ez egy olyan kérdés egyébként, amit senki igazából nem ért, de miért van ez a... Tényleg, én őszintén kérdezem, hogy miért van... Szóval, az alapfeltételezés, hogy van magyar-szlovák konfliktus? Van magyar-szlovák, vagy szlovák-magyar feszültség. Ez igaz. Most mindjárt mondom, hogy mindjárt válaszolok rá. Nézze, vissza kell tekinteni a történelemben, hogy az miért alakult ki. Miért volt cseh-szlovák konfliktus? Miért volt feszültség, hogy a csehek azok jobban fizettettek, a jobb munkát kapják, a szlovákok dolgoznak rájuk. Abban a pillanatban külön vált az ország, akkor a magyarok lettek az úgynevezett mumusok. Azért, mert a történelmet azt nézni kell, és meg kell látni azt is, hogy voltak konfliktusok a közös történelemben is. És valószínű, hogyha megnézzük, hogy hogyan oktatják többek között a szlovák iskolákban a történelmet, akkor még lehet, hogy ma is találunk olyan tankönyveket, amiben az van leírva, hogy 1000 évig elnyomtak a magyarok. Mi tudjuk, hogy ez butaság, de ha itt tanítják, akkor eleve belekódolják a szlovák gyermekekbe azt, hogy a magyarok azok, akiktől félni kell. Tehát ezért van feszültség, ezért, hogyha bármelyik magyar parlamenti képviselő akár a múltban, akár most letesz valamit az asztalra, és nem kell, hogy kisebbségi kérdés legyen az, nem azt nézik meg, hogy ez a törvényjavaslat milyen, miért született, hanem az, hogy miért jó ez a magyaroknak. De egyébként bővebben is kaphat erre választ, mert én már látom, hogy itt van a Blonci úr, akit fog tartani majd önöknek is egy beszélgetést, nem? Igen, én már pedig látom, hiába gondolja, hogy nem látom. Szóval egy komolyabb beszélgetésen egyébként, vagy beszélgetés keretében erre is választ kaphat majd. Én azért lépnék egy kicsit tovább, magyar-magyar konfliktus, vagy nem tudom, minek nevezem a következő szekciát. Igen, még ezzel kapcsolatban van kérdés? A mostanival kapcsolatban, hoppá, viszem a mikrofonnal, már pedig akkor is most legközelebb egyébként a kiad. Nem, itt vagyok, jó, megkerüljük, úgy is jó, nagyon jó. Szóval, mert nem sokára majd a kihelyezett ülésről szeretnék beszélni, de akkor halljuk a kérdést. Ugyebár a magyar-magyar konfliktus, és hát pár éve ugye megtörtént a pártszakadás, és azt szeretném megkérdezni, hogy megérte, hogy ugyebár ennek az lett az ára, hogy megosztódott a magyarság itt Felvidéken, és hát egy két tábor lett, és a magyarok között van most egy konfliktus. Vagy lehet ez az oka egy konfliktusnak a magyarok között? Na hát, kérem szépen, gondolom arról. Mondjuk azt nem értettem, hogy a magyarok közt, tehát a itt élő, vagy magyarok itt élők. Nézze, ha ez vita volna, akkor kitérnék mélyebben arra, hogy miért történt meg, ami megtörtént, de mivel nincs lehetősége Berény József elnök úrnak erre válaszolni, nem tartanám tisztességesnek, ha most elmondanám a saját verziómat. Egyet azonban látni kell. Egyszerűen abban a helyzetben nem volt más lehetőség. Mi úgy gondoltuk, hogy ha egyszerűen a többség mindig leszavazza a kisebbséget, és nincs lehetőség a véleményt úgy elmondani, hogy annak foganatja is legyen, és ez különféle szinteken jelent meg, akkor nem marad más lehetőség. A Lisszaboni szerződés is többek között erről szólt, és hadd ne mondjam annak az utózöngéit. Ilyen döntés született, én azt mondom, hogy nem volt egyszerű. Mi nem gondoltunk egyetlen egy dologra, és megmondom őszintén, hogy 20 év után eszembe se jutott volna, 20 év politika után eszembe se jutott volna, hogy lehetnek mondjuk más elképzeléseink a célhoz vezető útról, de ez nem azt jelenti, hogy egymást gyűlölnünk kell.
Sajnos ezzel találkoztunk rögtön a megalakulás után, rögtön árulók lettünk, és ahogy ön is említette, a családokon belül keletkeztek feszültségek, sőt volt, ahol konfliktusok, ahol az apa nem beszélt a fiával azért, mert az egyik hidas, a másik MKP, és maradt, a fia netán hidas lett. Pont azért, mert nem bírják, és most ezen próbálunk változtatni, nem bírják megérteni azt, hogy ugyanazt a célt más-más úton is meg lehet közelíteni, és kiderül, hogy talán az egyik út gyorsabb, a másik rövidebb, de célokba kell megegyezni. Erről beszélt többek között Berény elnök úr is, hogy igenis most van egyfajta tárgyalás sorozat, és én is örülök neki, hogy nem a sajtó előtt zajlik, de ha megegyezünk, akkor nagyon remélem, hogy utána el fogjuk mondani, mik azok az alapok, amelyek mindenki számára, tehát nem csak a pártok, de mindenki számára elfogadhatók, és azt képviselni fogjuk. Én kiegészíteném közben, még a mikrofonnal megyek ezt a kérdést annyiban, hogy akkor, amikor már biztos volt ez a pártszavazás, vagy pártszakadás, és eldöntötték, akkor azt bárki felmérte, hogy ez a helyzet előállhat? Mármint olyan értelemben, hogy itt van egy majdnem bejutott MKP, itt van egy éppen hogy bejutott híd, és hogyha a kettőt összeadjuk, nyilván nem lehet összeadni, most megint sarkítok, de akkor azért ezen nem gondolkodott akkor el senki? Senki nem gondolta volna, hogy ebből ekkora feszültség lesz, tehát az, hogy mondjuk testvérháború alakul ki, és én azt mondom, hogy ha sikerült volna másfajta kampányt folytatni, akkor, amikor megalakultunk 2010-ben, akkor valószínű az MKP is bent van, meg mi is. Egyszerűen a durva kampány elriasztotta az embereket. De most akkor nem akarok bűnösöket keresni, és megint majd ezt egy vita keretében egyszer remélem, hogy tudjuk tisztázni közösen, de azért azt el lehet ismerni, hogy ebben mindenki hibás volt? Vagy ez megint úgy kezdődött, hogy a másik visszalőtt? Nem. Ennek nincs értelme, mert biztos, hogy annak is megvan az oka, miért léptünk mi így, és annak is megvan az oka, hogy a kollégák miért reagáltak a mi lépésünkre amúgy. Tehát ez olyan fölösleg most azt keresni, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, hanem azt kell megnézni, hogy hogyan tudunk különféle dolgokban a saját tapasztalatainkat, kapcsolatainkat úgy kihasználni, hogy minél előbb az, amit megfogalmazunk, azt el is tudjuk érni. Szerintem ennek minden felvidéki vagy szlovákiai magyar egyébként örülne és szurkol. Parancsa! Nekem egy olyan kérdésem lenne, amit Berényi úrnak is felszerettem volna már tenni, csak sajnos nem volt rá idő. Tehát azok mellett, a tények mellett, hogy a felvidéki magyarságnak szüksége van egy erős és egységes parlamenti képviseletre, és a utóbbi 20 évben erre többször volt esélyük, sajnos kudarcot vallottak. Nem gondolják-e úgy, hogy szükség lenne egy harmadik erőre? Van rá jó példa egyébként. Eleve, ha pártoktól kérdezi, akkor mindegyik párt azt fogja mondani, hogy nem gondoljuk úgy. Ráadásul nézze, erre lehet tapsolni, lehet neki örülni, csak én megkérdezném öntől, de tudom, hogy most nem fog visszaválaszolni, hogy rendben van, és az a párt milyen volna? Én megvihetem a mikrofon. Mik az elképzelései? Hogy gondolja, hogy másképp kellene csinálni? Például, hogyan kellett volna mondjuk a területi felosztásnál lépni? Mert akkor, amikor Berényi József itt említette azt, hogy ki kellett volna lépni, érdekes módon ez az én véleményem is volt, és én azt mondtam, ki kell lépni. De néhányan, és nem akarok neveket mondani, nem nálunk vannak azok, meg nagyon keményen ellenezték. Na most, ön hogy lépett volna? Mert ott volt a pártszakadás lehetősége, akkor, amikor a területi felosztásról volt szó. Tehát egy politikusnak mindig kell tudnia, hogyha egyet lépek, utána mit lép rá a másik fél, és én arra mit fog lépni. Két lépéssel előre kell gondolkodni. Na de hogyha két lépéssel, ezt csak én most közbeszakítom, hogy két lépéssel előbbre gondolkodott volna, akkor az összes ez politikus, akkor lehet, hogy most nem vagyunk ilyen helyzetben. Na ez az, amit mondtam, hogy nem tudtuk elképzelni, hogy ilyen reakciók lesznek a lépésünkre. Hát azért megadom a lehetőséget, hogyha már volt egy költői kérdés, de csak röviden légy szíves. Hát én csak annyit szeretnék mondani, hogy én nem vagyok politikus, és abban a időben 10 éves voltam, szóval nehéz eldönteni. Rendben. Szóval volt itt majd még, ugye? Volt kérdés. Én viszont azt mondom, hogy, és ebbe is talán különbözünk, mondjuk a két pártról beszélek, hogy nagyon sok olyan fiatal van nálunk, akik soha politikát nem csinálták. És mi
elnézést, idősebbek, és tanulunk tőlük. Az azt jelenti, hogy olyan ötletekkel jönnek, ami nekünk már, akik 20 év vagyunk a politikában, nem biztos, hogy eszünkbe jutnak. Tehát itt kell ötvözni a tapasztalatot, mondjuk a fiatal hévvel. Elnök úr, csak megint én, csak egy kicsit személyes persze nézzék el nekem, de ugyanezt a másik fele mondjuk nem az lenne a jobb, hogyha mondjuk a fiatalok nem is feltétlen tudnák, hogy hogy hívják a pártelnököket, ha egyébként rendben mennek a dolgok? Nézze, legalább az volna, ami általában demokratikus országokban, ahol ez jól működik, hogy maximum tudják ki a köztársasági elnök, aztán ha van kormányfő, akkor azt is tudják, talán még a külügyminiszter nevét megjegyzik, de többiről nem tudnak semmit. Ha csak nincs valami botrányuk. Ha csak nincs botrányuk, így van. Az én kérdésem egyszerű volna, hát nem tudom. Halljuk. Tehát, hogy a magyar szavazatokkal bejutó szlovák képviselő az önpártjában hogyan képviselti a magyar érdekeket? Hát mondjuk gondoljunk többek között ugye Martin polgármesterére, mert gondolom, hogy ő róla beszél. Na kérem szépen, ő elég sok szlovák szavazatot szerzett, és azzal is bejutott. Úgyhogy ő nem magyar szavazatokon keresztül, vagy azok segítségével jutott be. De én azt hiszem, hogy ha azt mondjuk, hogy Chmel Rudolf, akkor annak ellenére, hogy szlovák és elég jól beszél magyarul, én azt hiszem, hogy nagyon jól képviselte a szlovákiai kisebbség és ezenből a szlovákiai magyarok ügyét akkor, amikor kormány alelnöke volt, mert volt már szín-magyar kormány alelnöke többek között a, mondjuk a szlovákiai magyaroknak, és szerintem most az elmúlt egy és fél évben Chmel úr többet ért el. Itt az előbb Berényi elnök úr elárulta egyébként azt, hogy ő is kezdeményezte, hogy a magyar kormánnyal kicsit javuljon a viszonya a hídnak. Van erre remény? Elkezdődött ez? Én nem tudok semmiről. Érzékeltem például a HVG-ben mondjuk egy nyilatkozatot, vagy egy interjún keresztül azt, hogy néhány embernek más az elképzelése, mint Kövér Lászlónak. De hivatalos megkeresés ugye nem volt. Németh Zsoltnak a véleményét én tisztelem, örülök neki. Mindjárt jön, nem? Vagy talán rendben van, de természetesen... Gondolja, tudnak beszélni szerintem, hogy itt mindenki megbocsátja, hogy egy kicsit később kezdődik a program. De természetesen az viszont nagyon fontos, hogy a magyar kormány hogy dönt. Annak örülök, hogy Berényi elnök úr elmondta, hogy ők is közben jártak, de a magyar kormánynak kell dönteni. Mi tisztességes egyenrangú kapcsolatot bármikor, hisz az nagyon fontos a magyar kormány részére is, mert ha megnézzük, akkor az alkotmány, a magyar alkotmány kimondja, hogy a magyar kormánynak mindig azt kell felvállalnia és képviselnie, amit az adott nemzeti közösség kisebbségnek a legitim képviselői eldöntenek, és eurokonform. Jó, hát most ugye ők azt mondják, és hallhatta itt is az előbb, amikor Berényi úrral beszéltem, hogy mivel a híd nem magyar párt, és hogy nem így mondták magukat, ezért nem feltétlen gondolják azt, hogy kapcsolatot kellene teremteni a magyar kormány és a híd között, vagy a híd mint magyarokat is képviselő szervezet között. Nézd, hogyha valakit orba akarok vágni, akkor biztos, hogy okot találok rá mindig. Na most a híd az igenis többségi magyar párt, és vannak szlovák tagjaink is. A választóinknak, a szavazóinknak, amit kaptunk, körülbelül 20%-a volt szlovák, tehát 150 ezer magyar szavazatot szereztünk. Ezt már múltkor is kérdeztem egyébként az ön helyettesétől, hogy hogyan számolták ezt meg, hogy ez magyar szavazat volt. Hát kérem szépen. Lehet, hogy ebből 147 ezer szlovák szavazat volt, nem? Hát ne vicceljen már. Nem, hát nyilván azért mondtam, hogy ne vicceljen. Ez nem úgy működik, hogy valaki kimegy és elkezd számolni, hanem erre lehetőségek vannak többek között, mondjuk a Fókusz irodán keresztül, amit felmérettünk. És huzamosan mérettünk különféle adatokat, és ebből jött ki, ami kijött. De ha megnézzük azt, hogy mondjuk északon hány szavazatot kaptunk, ha tiszta magyar járásokban, amennyiben még ilyenekről lehet beszélni, milyen arányba kaptuk a szavazatokat, egyértelmű, hogy ez az adat, amit mérettünk, ez ül. Ön milyen viszonyban van Orbán Viktorral? Hát semmiféle viszony nem létezik. Azóta, hogy a hidat megalakítottuk, nincs viszony. De ez nagyon érdekes, mert miért szakadt meg ez a dolog? Pedig ugye, amikor a hidat megalapították, akkor nem volt kormányfő. Orbán Viktor. Én szerintem azért, mert a Fideszen belül is van különféle mondjuk csapatmozgás, és ott eldöntötték azt, hogy
ők az MKP-t fogják támogatni, és szerintem ők ötlötték ki azt is, hogy a másik pártot, tehát a Hidat, azt árulónak kell nevezni. Na jó, de nem közeledhet azért most ez az álláspont? Az előbb mondta, hogy nem tud miről, persze. Hát nem tudom valami. Nézze, magyar fél jelentkezik, magyar külügyminiszter jelentkezik. Mi az elejével egyfajta kapcsolatot próbáltunk kiépíteni, és ezt folytatjuk is, amennyiben erre lesz igény. Csak hogy erre nincs igény. De azért azt nézze, azért a labda, hadd mondjam el, Magyarországon pattog. Mert ha a Kövér László, a magyar parlament elnöke, ugye azt mondja, hogy Bugár Béla nemzetáruló, akkor én erre mondhatom azt, ugyan már mondtak én rólam már sok mindent, engem a munkám minősít, nem pedig az, hogy Kövér László mit mond. De amennyiben ezt a Hídról mondja, na akkor baj van. Tehát a magyar félnek kell lépnie. Rendben. És az utolsó kérdés, mert itt is azért, amit mondtam, ugye tematikán megyünk végig, az a cigányság kérdés, és megint csak elmondom, nem tudom, hallottad azt, hogy nem mondom végig újra szegény hallgatóknak, meg a hallgatóságnak is ezt a példát, ugye a székely példát, ahol nem igazán beszélnek még románul sem a cigányok, hanem magyarul beszélnek a cigány mellett. Hát a cigányok, illetve nálunk ugye romák, azok általában olyan nyelven beszélnek, amelyik közösséggel vagy együtt élnek, vagy közel élnek az a közösséghez. Tehát ezért, ha egy magyar lakta vidéken élnek a romák, akkor általában magyarul, vagy kevert cigány-magyarul beszélnek. Ha viszont egy szlovák vidéken élnek, akkor szlovákul. És ők nem lehetnek magyar cigányok? Nézze, ők döntik el. Tehát az azt jelenti, hogy ha ő azt mondja, hogy én szlovák cigány vagyok, akkor ez az ő döntés, ezzel nem, mi nem tudunk semmit se tenni. Maximum azt lehet ellene, idézőjelben azt a szót, hogy ellene tenni, hogy olyan lehetőséget biztosítunk, amivel ha akarnak, élnek, és akkor megmaradnak például magyar-románok. Biztosítanak ilyet? Tehát van önöknek ilyen programja, vagy gondolkodnak ilyenen? Nézze, sokféle programot indítottunk be az elmúlt időszakban, sőt még akkor, amikor az MKP-val kormányon voltunk. Ilyen volt többek között például az úgynevezett roma asszisztenseknek a sorozata, tehát volt roma asszisztens, aki az oktatás ügyben segített, aki a szociális, egészségügyi és egyéb dolgokban, sőt roma rendőrök is voltak. És ott próbáltuk többek között a romák, vagy roma, tehát anyanyelvükön, vagy pedig a közösség, ahol élnek, tehát akkor magyarul vagy szlovákul, ezeket az embereket megfogni, csak hogy utána a Fico első kormány ezt megszüntette. Még egy gyors kérdés belefér, és aztán utána én ezt lezárom, mert szintén rohan az időnk azért. Köszönöm szépen. Bugár úr említette a beszélgetés elején a felvidéki civil szervezeteket. Hát mostanában azt kell mondanom, hogy ezeknek a renszánszát élők, és nagyon aktívak szerencsére. Én azt szeretném megkérdezni, hogy a Bugár úrnak és ezen keresztül a Hídnak mi a véleménye és a hozzáállása többek között egy jobb Komáromért polgári kezdeményezéshez, vagy a kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalomhoz, amely a kétnyelvűségért küzd. Nézze, én csak azt tudom mondani, hogy támogatni lehet, sőt kell az ilyen kezdeményezéseket. Mondjuk a kétnyelvűségért való küzdés az egy nagyon fontos dolog, mert tény az, hogy sok mondjuk akár magyar vállalkozó magyarul ki se írja, azt mondja, minek úgy is megértik. Azonban azt el kell mondani, hogy én például önöktől kaptam egy levelet szlovákul, e-mailt. Hát a rádióból? Vagy a gombaszögi szervezőktől? Nem, hanem a kétnyelvű Szlovákiáért, illetve Dél-Szlovákiáért. Jó, lényegtelen, aztán meghívtuk tárgyalásra, hogy üljünk le, már ne szlovákul levelezzenek velünk. Nem jöttek el. Ennek ellenére azt mondom, minden civil szerveződés, ami az adott jogokkal való élést, azoknak a használatát segíti, azt támogatni tudjuk, és támogatni is fogjuk, mert ez nagyon fontos. Nagyon sok kollégám ül, de nagyon gyorsat, egy nagyon rövidet tényleg, mert nagyon elszaladt az időnk. Azért kérdeztem, tettem fel ezt a kérdést, mert ön is most mondja, hogy támogatni kell, mert önnel csináltak egy interjút a Boom SK-n, és ugyanezt elmondta, és két nappal később csináltak egy interjút a Pravdával, és őt, hogy pontosan idézzem, azt mondta, hogy nyevémtól annyi potporít, annyi odszúgy. Én erre a kettős beszédre, hogy ön szerint elfogadható ez a kettős beszéd, hogy a magyar közösségnek tetsző választ adom, a Pravdában pedig a szlovák közösségnek tetsző választ mondom. Ugyanis, ezzel nem lépünk előre semmilyen szinten az elfogadással, hogy a szlovák közösség elfogadjon minket, szerintem. Nézze, szintén egyetértek ezzel, csak hogy nagyon jó volna, tudja, így szurkálódni lehet.
Csinált már valami olyasfélét, hogy valamelyik sajtóterméktől két helyesbítés? És próbálja meg. Próbálja meg. De akkor ezt nem is ezt mondtam? Persze, hogy. Próbálja meg. Nagyon egyszerű. Nézze, ezen srácok lehet ám nevetni, de a választási kampányban előfordult az, hogy az egészségügyel kapcsolatos, ugye azt csinálta a SME is, meg a Pravda is, hogy az egészségügyel kapcsolatos részt valahogy kicserélték, és a mi válaszaink helyett, én most nem tudom, hogy a Matovicsék vagy a Szulikék válaszai került, tehát az egészségügyen olyan butaságok jelentek, mert tiltakoztunk. Elismerték, de nem voltak hajlandók helyesbíteni. Ennél a témánál is azt kell, hogy mondjam, hogy ha már kiharcoltuk a jogokat is, azt mondom a szlovák testvéreknek is, hangsúlyozva azt, hogy testvérek, többségben vannak, velünk élünk. Én magyarul odaköszöntök nekik, a parlamentben magyarul hangzik el az, amit én nekik mondani akarok, és aztán lefordítom természetesen. De ugyanazt mondom állandóan, hogy ha már jogokat elértünk, akkor segítsük, hogy azokat a jogokat azok, akiket érint, használják. Tehát ebben az esetben például a kétnyelvű dél-szlovákiai mozgalom is jó volna, hogyha velem például magyarul mondjuk kommunikálna, és nem szlovákul. Ezt komolyan mondom. Így a legvégére, mert hogy nagyon sok kollégám van itt sajtóképviselői részéről, és hogy ők is tudjanak valamit írni, hála Isten a Pátia Rádióban ez úgy is elhangzik, úgyhogy ez úgy is a miénk, de a gombaszögi távolra tekintette és a kollégák tekintette. Itt említette itt ezt a megbeszélést is. Mikor lehet szerint, amikor előállhatnak, akár legyek pozitivista, egy megállapodással most kifejezetten az MKP és a Hida kapcsolatban, amiről ugye beszéltünk, hogy nem feltétlenül a sajtó előtt kell, csak hogy legalább valami kis hírértéket faragjunk ebben most. Hát nézze, akkor, amikor megállapodunk. Hát jó válasz. Hát azt jelenti, egyébként. Augusztusban biztos még lesz egy ilyen találkozónk, és amennyiben ott tisztázzuk a dolgokat, akkor lehet, hogy augusztus vége. Ha nem, akkor szeptember, de szeptemberig jó volna, mert többek között abban egyeztünk meg, hogy a két párt, ha megegyezünk, akkor azt a dokumentumot a saját szerveivel elfogadtatja. Szeptember végén ugye közgyűlése van a Hídnak többek között, tehát addig jó volna ezt elfogadni, mert utána már csak jövőre tartunk. Tehát a nyár vége hozhat még akár egy magyar-magyar megállapodást is. Igen, Szlovákia magyar-magyar, tehát nem magyar-magyar két ország közt. Így gondoltam. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen én is a kérdéseket is. És én is köszönöm szépen az együttműködést, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak bennünket. Nem tisztem konferálgatni, de miattunk megcsúszott egy kicsit, de nyilván a program egyébként nem sokára folytatódik itt a gomboszogi tábor, úgyhogy senki nem menjen nagyon messzire. Tisztelt táborlakók, 5 perc múlva kezdődik Öllős László előadása itt a nagy sátorban. Előadás kezdődik 5 perc múlva a nagy sátorban.